Tudunk-e meglepetést okozni? Ez a kérdés a mai férfi kézilabda mérkőzés előtt. Szeretettel köszöntöm a sportszerető közönséget a TV képernyő előtt. A hajdunánesi fiúk ugyanis a miskolciakat látják vendégül, és azért nagy kérdés, hogy tudunk-e meglepetést okozni, mert a tabella második helyezettje látogat hozzánk, akik egyébként még meg is nyerhetik, sőt, meg is szeretnék nyerni a bajnokságot. Meglátjuk, hogy mire megyünk. Egy dolog biztos, hogy a hajdunánesi fiúk most tavasszal számtalan meglepetést okoztak már hazai környezetben. Legyen így ez most is, mielőtt azonban a mérkőzés elkezdődne. Természetesen először kérdezzük meg a két edzőt, hogy ők hogyan készítették fel a csapataikat. Beszéltük a Balmazújvárosi mérkőzés után, hogy most nem is baj, hogy jön egy kis szünet, mert hogy mindenkire ráfér a pihenés, de hát tudtuk, hogy egy nagyon nehéz ellenféllel kell folytatni. A Miskolc érkezett ide a hajdunánási csarnokba, aki jelenleg ugye második helyen van a tabellán, de hát nagyon jól mutatja ez a bajnokság, hogy bármi megtörténhet, hogy ők például a jelenleg tizedik Deac ellen buktak két fordulóval ezelőtt. No hát nyilván ettől még nem mi lettünk a mérkőzés esélyesei, de hát nem szabad feltartott kezekkel a pályára menni, ahogy te is nagyon sokszor szoktad mondani, nyilván most is ezt kérted a fiúktól, de mit vársz a mérkőzéstől? Ne feltartott kézzel menjünk a pályára, próbáljunk nagyon feszesen védekezni, próbáljunk nagyon gyorsan átjátszani a pályát, mert ha felálltva védelem ellen kell játszanunk, akkor elég nagy darab játékosaik vannak, akár ha beállósukra gondolok, aki jó van, Mázsán felül van. A Balmazújvárosi mérkőzésből jó jött ez a két hetes szünet, de nekünk mindegy, hogy volt jött vagy nem, hiszen a sérült játékosaink közül a Takács és a Kismáté az nem tud rendelkezésünkre állni, marad Maróri. Bancsó Karcsi az félsérülten is bevállalja a játékot, és ott megsérült Mátét. Őt nem tudom, hogy milyen, hiszen két hete nem edzett, ő csak mérkőzésre tud jönni. Hát meglátjuk, mennyit tud nekünk besegíteni. Nagyon nehéz dolgunk van, hiszen a Miskolc szeretne bajnokságot nyerni, ezáltal magasabb osztályba jutni. Magasabb osztályban akkor neki ígéretük van arra, hogy segítik és támogatják őket, bevonják a nagy diósgyőri VTK-ba őket, és akkor onnan már központilag kerül, gazdaságilag jó helyre kerülnek. Nekünk meg az lenne a célunk, hogy bennmaradás. Na most hiába mondják azt, hogy én is tudom, hogy nagyon jó lenne élesben minden további nélkül bennmaradni, de annyira fiatalok vagyunk, és olyan sérülés hullám van rajtunk, meg a rengeteg játékos, hogy amilyen, ez tényleg hétről hétre idegörlő. Esetleg abban jó, mint akár a junior mérkőzés előtt, hogy a junior egy komoly elsőféldő, egy X-es elsőféldő után a második a 10 góllal nyeri. Ez jelenti, hogy ő esetleg már a felnőtteknél lett. De mondom, nagyon nehéz dolgunk van, és a kiló magasságot, illetőleg az, hogy ők is azért nagyon keményen védekeznek. Nagyon jó kapusaik vannak mind a Nyitrai Szabi, mind a György Gabi személyében, hiszen mind a kettőn NB1-be megfordultak. És nekünk ezek a fiatal Csikó csapatunk, akár a szélen a Nagy Laci, hogy kezd, vagy a másik oldalon a Bata Tibi, bizony azért a rutin még nincs mögöttük, de hát ebből kell nekik tanulni. A rutin még nincs mögöttük, de gyakorlatilag említetted, hogy milyen erős az ellenfél, viszont talán nem a leggyorsabb csapat az NB2 északkeleti csoportjában, és talán a fiatalokkal hátha lehetne ott kavarni valamit. Mit kérsz tőlük gyakorlatilag támadásban, hiszen már elárultad, hogy Nagy Laci és Bata is kezdeni fog, tehát két fiatallal vágsz neki gyakorlatilag a támadósorban. Mit vársz, mit kérsz tőlük, milyen játékkal lennél elégedett? Hát mivel úgy a legkönnyebb gólt lőnünk, hogy gyorsaságban megverjük őket, de azt a túloldalon ki kell védekezni. Meg kell tartanunk a nagybeállót, meg kell tartanunk a középirányítójukat, meg kell tartanunk a bal-jobb átlövőjüket. Ez a nehéz feladat. Ezt ha jól tudjuk megoldani, akkor ebből esetleg tudunk indulni, rájuk tudjuk gyorsan vinni a labdát, és ezt a helyzetet viszont még be is kell lőni. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Ha véletlenül oda kerülünk, hogy na most a hatos fal ellen, vagy akármilyen területvédekezés vállalnak be, nekünk valahol bontani kell a kettes környékén ezt a falat, ne a legnagyobbikat vegyük, és akkor a kettes környékén majd megvan határozva, hogy kinek a környékén kellene bontanunk úgy a falat, hogy ott esetleg betörési kísérlet, átlövési kísérlet, lejátszási kísérlet legyen, vagy esetleg befutási kísérlet, és akkor azt meglátjuk, hogy hogyan tudjuk megvalósítani. Ha viszont ők zártan, nagyon zártan fognak védekezni, akkor még azt sem fogják hagyni, hogy nem most egy az egy, vagy kettő-kettő ellen kettő-kettes helyzeteket alakítsunk ki, hanem azt fogják várni, hogy lőjük át őket, és bíznak a kapusukba, és itt előbb térbe kerül akár a Bancsó Karcsi, vagy a Hadadi Laci, akinek bizony-bizony most nem lehet, azt sem mondom, hogy mellé beszél meg mindenfajta lövés, hanem egyenes, szép felsősarkos vagy alsósarkos lövésekkel, az a lényeg, hogy fentről kell meglőniük a labdát, és ez nagyon nehéz feladat. Emlékszem, hogy amikor a Balmazújvárosi mérkőzés után beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy 51 nehány percig ott voltunk, bent voltunk a mérkőzésbe, nagyon jól állták a sarat a fiúk, de hát utána elfáradtunk, elfogytunk, elkoptunk.
az egy nagyon gyors és nagyon fiatal csapat volt, ez egy kevésbé fiatal, lassabb csapat, de itt is nagyon könnyen elfáradhatunk, mert ahogy te mondtad, a védekezésben nagyon nagy tömeget kellene megfognunk. Így van, most a két mérkőzés összehasonlítom. Valóban gyors csapat volt az Újváros, de a statisztikámat megnézem, 13 zicsert hagytunk ki. Abból több ember volt olyan, aki egyedül ment kapura a labdával. Kapufára lőtte, kapusba lőtte, mellé lőtte a labdát, ha azokat a labdákat, ha belőjük, akkor az Újvárosnak kell az eredmény után rohanni. Teljesen megváltozott volna, mondjuk én 5-6 góllal vagy 7 góllal vezetek a félidőbe. Így is nagy nehezen talpra álltunk. Aztán jöttek a sérülések, jöttek a hibák, jött a fáradtság, mikor már négy ember kiszállt, hogy tegyük föl, játsszon más, és azért bizony ezt a MB2-es bajnokságot, mint mondtad, ez nem egyszerű, tehát az első az utolsóval is szenved, tehát annyira kiegyensúlyozott a mezőny. Itt, ha valaki idegenbe pontot tud szerezni, az már brillírozik előre. Ha nagyon jó kapus teljesítmény gondolkozok, hogy 30%-on fölül, ha védenek a kapusok, elérnének egy 40%-ot, mindenkinek nagyon megnehezítenénk a dolgát. Tehát összetett kérdés ez, csapat kérdése, játékos edzőnek, mindenkinek bele kell ma tenni azért, hogy itthon tartsuk a két pontot. Megpróbálunk ezért, kell a pályát is felszántani, de mondom, fiatalok, bohóság, nem tudom, hogy meddig fogjuk bírni, de mindent megteszünk azért, hogy győztesen jöjjünk a pályára. Nagyon sok mérkőzésen, nagyon sok edzővel és játékossal beszélgettünk már arról, hogy az MB2 északkeleti csoportjában bárhol, bármikor, bármi megtörténhet, és ahogy nézegettem a ti eredményeiteket, pontosan ezt igazolta vissza az is, hogy nagyon jó tavaszotok van eddig, de pont a jelenleg 10. helyezett Deac ellen volt egy rossz mérkőzésetek, szóval tényleg bármi megtörténhet, most a Hajdunánáshoz látogattatok, mit vársz ettől a meccstől? Így van, bármi előfordulhat, de mivel már tavasszal egyet hibáztunk idegenbe, ezért most nem szeretnénk. Nekünk egy nagyon fontos mérkőzés a jövő héten, és ahhoz, hogy annak legyen értelme, ahhoz, hogy most nekünk nyernünk kell. Mit kérsz a fiúktól, milyen taktikával próbáltok a Hajdunánás ellen pályára lépni? Azt beszéltük, hogy nekünk egy nagyon jó védekezésünk van, úgyhogy a védekezésben legyünk kemények, és abból gyors indításokkal próbáljuk megoldani a helyzeteket. Ugye nem a legjobb paszban van most a Hajdunánás, de itthon, ahogy szokták mondani az ellenfelek, mindig veszélyes. Készültök arra, hogy már az első másodperctől megpróbáltok valami olyan játékot hozni, amit rá tudtok erőltetni a Hajdunánásra, és ki tudjátok venni őket? Rögtön harapni szeretnénk. Lent voltam személyesen is a Tiszavasvári elleni mérkőzésükön, és láttam, hogy nagyon fel tudják szívni magukat, tehát ház előtt bármire képesek, úgyhogy az elejétől kezdve komolyan veszik a mérkőzést. Hogy érkeztetek ide Miskolcról? Vannak-e hiányzók, vagy gyakorlatilag mindenki el tudott jönni? Mindenki itt van, úgyhogy kompletek vagyunk, úgyhogy várjuk a mérkőzést. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az MB2 északkeleti csoportjának 18. fordulójában, itt a Somorjai László városi sportcsarnokban, Hajdunánáson. A 18. fordulóban a Hajdunánás Robzol 2000 KS-e a Rádió M Miskolccal mérkőzik meg. Fogadják szeretettel a vendégcsapatot, a miskolciakat! A ma esti vendégeink után pedig következzék a hazai csapat, a Hajdunánás Robzol 2000 KS-e. Kedves közönségünk, engedjék meg, hogy bemutassam a csapatokat. A vendégek közül nagy szeretettel köszöntjük egyessel Nyitrai Szabolcsot, kettes Kóródi Tamás, 55-ös Trézsi Norbert, 6-os Csontos Róbert, 7-es Kossó Ádám, 8-as Orosz Gábor, 11-es Vadászi Gábor, 13-as Lukács Robin, 14-es Mózer Előd Máté,
16-os György Gábor, 18-as Sós Ákos, 30-as Kocsis Csaba, 26-os Semsák József, 44-es Herr Krisztián, 66-ossal Pál Vajk, a játékos edző pedig Csontos Róbert. Nézzük a hajdunánási csapat összeállítását, hogyha a technika is úgy akarja. Egyessel Reszegi Csaba, kettessel Kovács Sándor, hármassal Kelemen Zsolt, négyessel Deli Dávid, ötössel Bata Tibor, hetessel Bancsó Károly, tízessel Tupica Róbert, 11-essel Kaszás Sándor, 12-essel Torma Antal, 19-essel Dankó József, 14-essel Hadadi László, 15-össel Csúszda Máté, 17-essel Németh Kristóf, 18-assal Madai Tamás, 8-assal Szabó Attila, 64-essel Nagy László, a hajdunánási csapat edzője Hadas Sándor. És nagy szeretettel köszöntjük a mai mérkőzés két játékvezetőit, Tóth Gábor Tamást és Tóth Istvánt is, illetve a mai mérkőzés versenybíróját, Szilágyi Józsefet is. Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim! A mai mérkőzésen elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor mielőtt a labdáé és a játéké lenne a főszerep és a játékosoké, szeretnénk megköszönni a munkáját a hajdunánási férfi kézilabda csapat, és én azt gondolom a kézilabda sport életében egy meghatározó személynek, aki most csak a felnőtt csapat vezetésétől búcsúzott el, de az utánpótlásban továbbra is nagyon nagy szerepet játszik a jövőben és a folytatásban. Viszont nagyon sokat köszönhet neki a hajdunánási kézilabda sport. Elég, ha csak azt mondom, hogy egyszer bajnokok voltunk az MB2-ben vele az ő ideje alatt 2010-11-es szezonban. Volt egy darab második helyezésünk és két darab harmadik helyezésünk a vezetése alatt. A junior csapat ez alatt az idő alatt egyszer megnyerte a bajnokságát, háromszor volt második és egy bronzérmet is begyűjtött. Az ő vezetése alatt történhetett meg az Hajdunánáson, hogy kinevelkedhetett innen NB1-es játékos is, hiszen 2007 és 2008-ban ebben az idényben Bancsó Károly és Kovács László is az NB1-es Nyíregyházánál játszhatott. Három évet töltöttünk el a vezetés alatt az MB1B keleti csoportjában. Ekkor a gyöngyösiekkel volt egy szakmai megállapodásunk, amelynek keretében Nánási Fiatal is eljutott az MB1-ig. Méfői Attila jelenleg is ott játszik. Az MB1B keleti csoportjában a 2012-2013-as évben itt játszott nálunk az a Gazdag Tibor, aki már a felnőtt válogatottban is bemutatkozhatott. És nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm azt az úriembert, akit ilyen hosszan felvezettem, mert hogy hosszú munkája alatt rengeteg érdemet lehetne a neve mellett felsorakoztatni, de erre nincs időnk, úgyhogy csak a legfontosabbakat vettük elő a szervezőkkel. Puskás Henrik, légy szíves, fáradj ki a csapatok elé! Középen a fiúk szeretnének egy kis ajándékkal kedveskedni neked.
Puskás Henrik, köszönjük szépen! És hogy mennyire nem került rossz kezekbe a hajdunálási felnőtt csapat sorsa, azt jól bizonyítja az is, hogy Madai Tamás és Bancsó Károly, az újonnan felállt elnökségi tagjai adták át ezt a kis ajándékot. És hát említettem ugye azt is, hogy Henrik marad az utánpótlásnál, hiszen jelenleg is 100-110 utánpótláskorú játékosa van az egyesületnek, akik 7 korosztályban dolgoznak, és ez szívügye Henriknek is, úgyhogy marad továbbra is a folytatásban. És hogy mennyire jó munkát végzünk, én azt gondolom, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Ötvös Tamás a Békéshez került, és ketten is játszanak a Nemzeti Kézilabda Akadémiánál Pálfi Dominik és Alföldi Balázs személyében, illetve Nyíregyházára a Nemzeti Kézilabda Akadémiára került Fóris Roland is, természetesen ezekhez az eredményekhez is. Gratulálunk Henrik, neked pedig további sikeres munkát kívánunk immár az utánpótlásban. Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, akkor tehát kezdődjön a mérkőzés. Nagyon szépen köszönjük a miskolciaknak a türelmet, és azt, hogy hozzájárultak ehhez a délutáni kis programhoz. Önöknek jó mérkőzést, a csapatoknak pedig sok sikert kívánunk. Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket immár a kis kakasülőnkről, amit ugye kommentátor állásnak szoktunk nevezni. Hát ezen a mai délutánon jó magam 2-1 voltam, ugyanis egy nagyon-nagyon kellemes felkérést kaptam a hajdunánási kézilabda klubtól, a férfiaktól, nevezetesen az, hogyha lehet, akkor Puskás Henriknek a köszöntését jó magam tolmácsoljam és mondjam el a kedves nézőknek, hogy mi történik azokban a percekben a hajdunánási csarnokban, amikor ugye Puskás Henriknek megköszönték az elmúlt jó néhány évet, hiszen ő elbúcsúzik a felnőtt csapat vezetésétől, de ahogyan önök is hallhatták, bizony az utánpótlás tekintetében nagyon komoly munkát fog végezni. De térjünk vissza erre a mai mérkőzésre, és térjünk vissza a meccsünkhöz, ahol azt a Miskolcot látjuk vendégül, amely a tabellán a második helyen áll, jelenleg 24 pontja van, és csak 2 ponttal van lemaradva a Tiszavasváritól. Tehát igazából ők futnak versenyt még ezért a bajnoki címért. Ott van még a Mezőkövesd U23-as csapata is, aki egyébként 4 ponttal van mindösszesen lemaradva a Tiszavasváritól, de gyanítom, hogy a Miskolc és a Vasvári között fog eldőlni ez a történet. És sajnos most abban a helyzetben vagyunk, hogy nekünk pedig a tabella alsó részére kell fókuszálnunk, hiszen mi pedig a kiesés elől próbálunk menekülni, mégpedig a hajdunánási csapat a 12 fős mezőnyből a 11. helyen van, 17 meccsből 5-öt nyertünk meg, egy döntetlen, 11 vereség, 420 dobott és 455 kapott gól a nevünk mellett, illetve 11 megszerzett pont, és 13, illetve 15 pontra van tőlünk a 10. Deac és a 9. Kazinc Barcika. Egyébként az a Kazinc Barcika, akit megvertünk ugye itthon hazai környezetben tavasszal, és az a Deac, amely pedig egyébként meglepő módon március 18-án fogadta a miskolciakat, és 24-23-ra megverték. Tehát ez is azt mutatja, hogy igazából semmi sem lehetetlen, és ez ellen a Miskolc ellen is bármikor, bárhol, bármi megtörténhet. De ahogyan önök is látták, amikor itt most Kovács próbált valahogyan elbújni a... Várjuk meg közben Hadadinak az akcióját, mert kicsit úgy tűnt, hogy maga sem tudja, mit is akar, de aztán összeszedte a labdát, és beköszön a kapuba, 1-0-ra tehát vezetünk. Szóval éppen azt akartam mondani, amire Hadas Sándor is utalt, hogy borzasztóan magas védőik vannak, és nem csak hogy magas, hanem robosztus, tehát nagyon nagy tömeggel rendelkező védői vannak a miskolciaknak, akiket elmozdítani igen nehéz, és hát látszott, hogy Kovács László ugye egy kicsit lehetetlen feladatra vállalkozott a hajdunánási csapatnál, közben itt van az első sárga lap, mégpedig Kaszás kapja. Az a Kaszás, akinek ugye nagyon-nagyon-nagyon figyelnie kell, mert
Hát az előző mérkőzésen is volt egy afférja, amiért piros lapot kapott, és senki sem szeretné, hogy esetleg valami baj legyen belőle, és előbb-utóbb valami szankciója legyen egy ilyen piros lapnak. Egyébként a legjobb tudomásom szerint ellenőrt is kértek erre a mérkőzésre, és hát valószínű, hogy az ellenőr őt figyeli. Áj, nem tudtuk összeszedni ezt a labdát. Ha nehezen is, de csak be tudta gyűrni a Miskolca kapuba. Orosz Gábor volt a gólszerző, és ezzel egy-egyre módosítják az állást. És Kovács Lászlóval kapcsolatban pedig annyit még itt lábjegyzetben engedjenek meg, hogy átkeresztelték itt a jegyzőkönyvben Kovács Sándorra. Nem tudom, hogy miért, és elnézést kérek tőle utólagosan is, mert valószínű, hogy a bemutatásnál a Sándor nevet használtuk, de hát Kovács László természetesen, akinél most van a labda, és ő tette Hadadinak, aztán Bancsók Hadadi a labda útja, Hadadi egyedül próbálkozik meg, és nem is volt rossz az elképzelés, szerintem a kapus arra várt, hogy a játékvezető lefújja a megmozdulás szabálytalanság miatt, aztán nagyon okosan Kovács csak elengedte azt, Hadadi csak elengedte azt a labdát, miközben Kovács védekezett már a mi kapunknál remekül. Belül védekezésére a játékvezető 7 méteres ad, és teljesen igaza volt, Kaszás ott már nem sok mindent tudott csinálni. Bancsuk még próbálja megbeszélni a játékvezetővel, hogy szerintem nem úgy volt, de hát természetesen ez már nem fog változni. Én magam minden fentről valóban úgy láttam, de most várjuk meg ezt a 7 méterest, amit nagyon magabiztosan Csontos Róbert, a csapat játékos edzője a kapuba továbbít, és így 2-2-re alakul a mérkőzés állása. Bancsók, Kovács, Pata, Hadadi, megint egyedül próbálkozik. Nem rossz ötlet egyébként, bár ha jól emlékszem, akkor Hadas Sándor azt mondta, hogy majd a kettes védők környékén kellene megpróbálni megbontani a falat, de eddig, mintha középen lennének egy picikét üresen, és üres áradban a középső védők, és Hadadi ott próbál meg egy kicsit a zavarosban halászni, igaza van, ha van térés lehetőség, akkor miért ne? Nagyon figyelnünk kell, mert szerintem a játékvezető pillanatokon belül fölteszi a kezét. Jó a bejátszás? Nem. Oldalról nagy futott be, de nem tudta átvenni a labdát, szabálytalankodtak ellene. Hadadi nem lő, csak egy ijesztés, de most már valamit csinálni kell. Megfogják, rámegyünk a falra, ez most nem túlságosan jó. Fönn a játékvezető keze, Kovács egyedül fog megpróbálkozni, hátulról húzzák vissza. Csak, hát igen, lesz egy sárgalap, végül is rá lehetett fogni, maradjunk ennyiben. És abban a kellemetlen helyzetben vagyok, hogy előről még a nadrágon sem látszik messzám a vendégcsapatnál, így most per pillanat nem tudom megmondani, hogy kikapta a sárgalapot. Ez a mi munkánknál a lehető legrosszabb, amikor a messzám nem látható, vagy ugye a másik kedvencem, amikor a nadrágon van egy szám, a felső meg egy másik, és megvan a harmadik hajdunálási gól, miközben én a számukkal játszom, Kaszás az, aki megszerzi a harmadik hajdunálási találatot. És támadás védekezésben úgy látom, hogy lecserélik a védőjátékost, aki sárgalapot kapott, úgyhogy még most sem tudom meg, hogy ki kapta a sárgát. Nagyon egyedül hagytuk a beállóst, nagyon jól várt le Kocsis Csaba az emberéről. Így aztán gyorsan kiegyenlít a Miskolc, mi pedig villámgyorsan eladjuk a labdát. És villámgyorsan hátrányba is kerülünk. Vadászi a gólszerző, 4-3-ra vezet a Miskolc. Hát egy kicsit jobban kell figyelni. Ugye említette Hadas Sándor még visszautalva a balmazújvárosi mérkőzésre, hogy 13 zicserünk maradt ki. És ugye gondoljunk bele, hogyha annak a 13 zicsernek csak a felét értékesítjük, akkor valóban az lett volna, hogy a balmazújvárosnak szaladni kellett volna az eredmény után, és onnantól egy teljesen más játék bontakozhatott volna ki. Tehát ez is azt jelenti, hogy sokat hibáztunk, nem szabad hibáznunk. Jól mutatta az előző szituáció is, hogy nincs lehetőség erre. Most még javítani tudunk, Kaszás a gólszerző. A második találatával 4-4-re módosítja az állást. Hát mint ahogy a kolléga Kocsis Csaba jól oldotta meg a feladatát a mi kapunk előtt. Ugye ő is a beállós szerepében játszik a Miskolcnál, így a mi beállósunk is jól oldotta most meg a feladatát. A hatodik percben járunk az első játék részben, 5-1-es zavaró védekezéssel próbálkozunk. Kovács László az, aki középen ott figyel az emberére, Koscsó Ádámra, de mondjuk most váltottak, meg volt a helycsere. Koscsó elővi a labdát, remekül véd a kapusunk, így aztán ebből lehet indulni. Bancsók, Kovács megpróbálja, nem leteszi Batának, nem merte bevállalni, hogy a kapu fele indul. Bancsók csak ijesztett, Hadadi, ő is csak oldalra egy
passz próbált bemutatni, ez Batának egy nagyon jó labda volt, Kovács Bancsók lövését blokkolják, de mi végezhetjük el a sarokdobást, hiszen a kapus már nem tudott beleérni, így aztán a blokkról ment ki a labda, Hadadi bement ott a sűrűbe, és mire eljut Kaszáshoz a labda, addigra a játékvezető már belefújt. Kaszás indítja útjára a labdát a szabaddobás után. Bancsók. Kovács. Kaszás kilépett most a falból. Érkezik Hadadi. Hadadi még. Vissza Kovácsnak. Így de sűrű ott a levegő a fiúk előtt. Hadadi! Nem volt rossz az elképzelés. Csak sajnos fölé ment a labda. Ha lefele jön, akkor meg a kapus az, aki védi. Egy szabálytalanság. Na, egyébként Csontos nem csinált ebből olyan nagy ügyet, tőle mehetett volna tovább. Hadadi elnézést is kér, mert pont az arcához ért oda Csontosnak. Jó, nincsen semmi baj, ez a lényeg. És Hadadi kiveszi Csontost a játékból. Megvan a labda, jól van, megijedtem egy pillanatra, de Torma egy kicsit a lábai közé vette a labdát, vagy talán rá is ült, és azt hittem, hogy átment rajta a játékszer, de szerencsére nem, jó volt a lövés, de jó helyen állt Torma, és nagyon jól indult lefelé. Maradt tehát a 4-4. Kovács, Hadadi, Bata, Hadadi, Kovács most mondja a figurát, és kéri is a fiúktól, mutatja is, hogy mi lesz majd a következő feladat, és ki hova mozogjon. Hadadi kicsit egyedül maradt most, próbálják ott neki a helyet csinálni. Bancsóknak ez nem volt jó, és igazából szabálytalanság sem volt. Áj, de kár ezért. Ugye azt elmondta Csontos is, a miskolciak játékos edzője, hogy próbálnak keményen védekezni, onnan labdát szerezni és gyorsan elindulni, hát ennek egy ekletáns példáját mutatta most be ő maga, és megint egy góllal vezetnek a vendégek, de kiegyenlítünk! Kaszás a harmadik gólját szerzi, ezzel 5-5, nagyon gyorsan jönnek előre a miskolciak, Madai fogja meg az emberét, ami most nagyon kellett, hiszen különben ellógtak volna megint egy góllal, ha az Zitzert belövik, mert onnantól Zitzer lett volna, ha Madai mellett elmennek. És megint ott hagytuk a beállóst. Ajj, Csontos adta oda Kocsisnak. Az is igaz, hogy Kocsis Csabát ember legyen, aki megtartja ott középen, de nem is volt rajta ember érthetetlen módon. Mire Bancsók észrevette, már késő volt gyakorlatilag. 6-5-re tehát vezet a Miskolc. És a miskolciak egyébként tavasszal veretlenek, ahogy említettem is, csak a Deac tudta őket megverni. 24-23-ra azt hiszem egy ilyen egygólos vereségbe futottak bele a Deac otthonában. Bancsók, Batának nem tudja bejátszani a labdát. Egyébként én remélem, hogy most a fiatalok, Bata, Tibor és a jobb oldalon ugye Nagy László felszívják magukat és megpróbálják megmutatni, hogy ki ellen, nem ha a Miskolc ellen. Egyelőre ezt a gólt még most Hadadi szállítja, de tényleg nagy szükség lenne arra, hogy ezek a fiatalok acélosodjanak egy picikét, és ahhoz pedig egy ilyen mérkőzés a legjobb, én azt gondolom, ahol a második helyezettet látjuk vendégül itt a hajdunánási sportcsarnokban. Szépen kijátszották a fiúk. Hadadi nagyon szépen ment be középen és szerezte meg a 6. hajdunánási gólt, és közben még ráadásul egy kiállítás is volt, úgyhogy most ember előnyben játszunk, éppen ezért ki is vesznek két játékost a miénk, és ha jól látom, akkor talán pont Kocsis Csaba kapta ezt a 2 percet, ő hiányzik a pályáról a vendégek közül, és ennek ellenére el tudják tolni a védelmünket, de nagyon jól védünk, pontosabban a kapusunk nagyon jól véd. Kovács leteszi, Bancsók megoldotta, és a rövid oldalra, azt gondoltam, hogy éles lesz a szög, de a rövid oldalon becsúszott a labda. 7-6-ra vezetünk, és 1 perc 20 másodpercig még emberelőnyben vagyunk, de nem véletlen, hogy Csontos Róbertet vesszük ki a játékból, őt próbálja most Kovács megfogni, és egy faltal meg is állítja, ez volt a feladata, és Koscsó Ádám a másik, akit kiszorítunk egy kicsit a pályáról. Nagy ért bele, remekül a labdába, de előtte már szabálytalankodtunk. Lukács ellen, aki most bármennyire is próbáltuk őt is kifogni, gólt lő. Emberelőny ide vagy oda, a mi oldalunkon emberhátrány ide vagy oda a miskolciaknál. Csak belőtték a maguk góljukat, ezzel 7-7. 10 bal, mondja Bancsók a figurát, mindjárt meglátjuk, hogy mi lesz ez a 10 bal, csak
Nagy Lacinak kötözni kell a cipőjét, addig mi egy picit labdázunk, mutatta is Bancsok a játékvezetőnek, hogy nem az időt akarjuk csalni, meg passzív játékba belemenni, csak várjuk már meg a kollégát. Megpattan Hadadi lövése, nagy! Ej, onnan éles volt a szög, nem tudta a kezek között átlőni a labdát, ez pedig egy jó indítás, igen. És a másik oldalon egy kicsit a kapufán is megcsúszik, de bent van. Hát, ember hátrányból lövik a gólokat a miskolciak. Vadászi volt a gólszerző egyébként is. 7-6-ra mi vezettünk nem is olyan régen, és el sem tudtam mondani, hogy no, hát akkor úgy néz ki, hogy az ember előnyt a saját javunkra tudjuk fordítani. Már is 8-7-re a vendégek vezetnek, akik most kiegészültek, úgyhogy eddig sem volt egy leányálom támadni ez ellen a fal ellen. Most meg aztán teljes létszámban még nehezebb. Bancsók visszateszi Hadad... Ezeket a hibákat tényleg nem értem, és egyébként nagyon jól mutatja most, hogy mi a gond. Vadász ugye robogott most is előre, ha pontos az indítás, akkor úgy beveri a labdát, mint a szél, és akkor már kettővel ment volna a Miskolc. Megint egy újabb hiba, egy technikai hiba, egy gyermetek hiba, amit Hadadi vétett, és így aztán megint jöhetnek a miskolciak. Nagyon sok hibával játszunk most az elmúlt néhány percben. Ezt ez ellen a Miskolc ellen nem lehet megcsinálni. Kocsis tette tovább a labdát. Nem tudjuk megszerezni, de azt mutatja a játékvezető... Á, nem. A benti játékvezető felülbírálja a kinti kollégát, és mutatja, hogy volt egy szabálytalanság. Kocsis indította útjára a labdát. Koscsó. Koscsót rángatjuk meg egy picikét. Na, ki a labda? Kérdezi Madai Tamás. Vendégeké természetesen. Koscsó. Orosz. Koscsó. Indul Csontos? Nem. Koscsó egyedül próbálta meg. Oj, jól van! Pillanatra megijedtem, hogy Tormának a lábáról bepattan a labda. Szerencsére nem így történt. Csúszda Máté tűnik föl közben a bal oldalon. Ó, nagy rosszul futott be oldalról, és elvette a játékvezető. Pedig jól érkezett nagy, meg is volt a labda a kezében, és zicser lett volna belőle. De hát higgyük el a belső játékvezetőnek, hogy igaza volt. Én innen, abból a részből, ahonnan elindult nagy befelé, az égvilágon semmit nem látok. Orosz. Egyedül próbálkozik, Csúszda fogja meg. Ez most jó védekezés volt. Aztán Csúszda elnézést is kér az ellenfelétől, mert kicsit megütötte tenyérrel a mellkasát, ahogy ráfogott. Orosz, Koscsó. Csontos kapja a labdát. Orosz. Áj, de szépen csinálták megint, de most még idejében oda tudtunk állni Sós elé. Na itt már nem, de a kapufa is segít. És ebből lehet indulni előre. Madai, aztán nagy kapja a szélen, Bancsók vissza. Nem mert Bancsuk bemenni a védők közé. Csúszda, Hadadi, Kovács, Bancsuk, és Madai most ugye lejön, megcsináljuk a cserét támadás védekezésben. Madai helyett ilyenkor a pályára ugye Kaszás megy be, akit szerintem nem mer védekezésben Hadas Sándor most használni, mert tényleg nagyon nagy kár lenne, ha bármi butasságba belemenne Kaszás, aki hát ugye elmondta, hogy egyszerűen valami elborult és belement ebbe a buta mozdulatba. Vissza tudjuk szerezni a labdát? Nem. Hopp, és a játékvezető most megállítja az időt, mert ahogy Orosz ütközött Hadadival, és szerintem a csuklója, a keze. Na nézzük, hogy mi lehet a gond. Szerintem a csuklója, ahogy összeütköztek. Hát, vagy lábbal ott a lágy résznél, a lábköznél találkoztak, nem tudom, de böcsületére legyen mondva Orosz Gábornak, hogy azt mondta a játékvezetőnek, hogy az övé volt. Úgyhogy köszönjük szépen ezt a korrekt hozzáállást, és ezt a nagyon sportszerű megmozdulást Orosz részéről, így maradt nálunk a labda. A 15. percből a 16. percbe lépünk. Itt az első félidőben 8-7-es miskolci vezetésnél. Bancsók, Hadadi, új, de sok kéz volt, ott nem lehetett jól ellőni. És az a baj, hogy már nagyon régóta gólképtelenek vagyunk mi is,
de a miskolciak is. Viszont ugye ilyenkor fél az ember, hogy előbb-utóbb addig jár a korsó a kútra. És mint a mondókába, hogy leszakadt a pajta, benn maradt a macska, attól félek, mi leszünk a macskák, így is van. Csontos a gólszerző, 2-vel vezet a Miskolc. 9-7 arányban. Nagy. Bancsók. Kovács. Hadadi, Kovács. Bancsók, Kovács. Hadadi. Kovács, egyedül, meg kéne próbálni, igen, aj, nem jött össze, kaszás, ebből 7 méteres lesz, de megadja a játékvezető, jól van, nagyon jól és nagyon okosan kivárta azt a pillanatot, amíg csak lehetett, addig engedték a játékot, és ez pedig megadta a lehetőséget arra, hogy gólt szerezzünk, kaszás tehát a gólszerző, nagyon kellett, egyre följöttünk 9-8-ra, és ha jól láttam, akkor Lukács Robin még egy sárgalapot is kapott, szabálytalanság miatt a miskolciaknál. Kocsis, bocsánat, Csontos, most Koscsónál a labda, Csontos kapja vissza, ó, de szép testcsel volt ez. Hát a védelmünk csak nézte, hogy ő mit csinál. Megint 2-vel vezetnek a miskolciak, 10-8. Ú, hát nagyon nehéz védekezni ez ellen a csapat ellen. De nem olyan gyorsak, mint a balmazújvárosiak, de pont abban a nehéz helyzetben vagyunk, hogy itt nem egy gyorsaságot kell megfékezni, hanem egy hihetetlen rutint, technikai képzettséget és hatalmas tömeget kéne valahogy megállítanunk. Hadadi ellen szabálytalankodnak közben, ami nem egy egyszerű történet. Mármint nem a Hadadi elleni szabálytalanság, hanem megállítani egy ilyen játékost. Hadadi, Kovács, Bancsók, szépen megy be, ebből csak szabad dobás lesz. Kaszás végzi el a szabaddobást, Bancsók, Kovács, Hadadi, Kovács. Na mi lesz a vége? Ó, gyönyörű, Kovács és Kaszás összjátéka. Kaszás Sándor negyedik találatát szerzi a hajdunánási csapatnak, a 9-et. És egyébként pont azt akartam éppen mondani, mielőtt ott Kovács elmozgott a védők között, vagy a védő előtt, hogy ugye ő is olyan jó mélyen tudja vinni a súlypontját, és egyébként sem egy roppant magas játékos, hogy meg kellene próbálnod a nagy védők között bujkálnia. Hát ez volt a lényeg, és jól találta meg a Bálós kollégát. Itt pedig jól választottuk el a miskolciak Bálósát a labdától. Nagy! Megpróbálták egy kicsit eltüntetni az útból. Na ez az a rutin, ami még nagynál hiányzik, hogy ilyenkor fel merjen gyorsítani és végig merje vinni a labdát, még akkor is, ha megijed három ekkora nagy darab játékostól. Ebben kell még neki is fejlődnie. Mert ugye ebben benne lehetett volna az ittszer, de nem akart bajt Nagy László, és inkább egy picit visszafogta a dolgot. Kovács, Kaszás, Bancsók, Hadadi még. Ez így láb volt, marad a labda nálunk. Kovács közben kihúzódott a bal oldalra, és üresen várta a labdát. Mutogatott is ott, hogy kérem, de aztán nem lett belőle semmi. Csúszda. Kovács egyedül. Aztán Hadadinak teszi hátra, Bancsók fönn a játékvezető keze. Úgyhogy ezt most így el kell lőni valakinek. De jó volt ez a blokk, bár mondjuk Lukács helyében nem nyúltam volna bele ebbe a labdába. És bevédi a kapus, bent volt, nem volt. Csak én szerettem volna bent látni. Nagy lövés volt Hadaditól. Ez meg láb volt, igen, úgyhogy vissza is kapjuk a játékszert. Ne kapkodjunk, mert ha eredményesek leszünk, akkor kiegyenlíthetünk. Nagy gól! Jól van, megvan ez az egyenlítő gól. Nagy László itt már sokkal bátrabb volt azért. Megszerzi első találatát. A 20. percben kiegyenlítünk, 10-10, tehát a mérkőzés állása. Koscsó, Orosz, bocsánat, nem ő volt, hanem Lukács, aztán ő tette át a másik oldalra a Csontosnak, most Koscsó középen. A kapufa segít, de a kipattanó, ki lesz már a miénk, mert azt mutatja a játékvezető, hogy Csontos leért a földre, és úgy lőtt el a labdát. Hadadi, Kovács, Kovács még jó volt a testtel, és még ez is jó! És a kapufáról kijön a labda! Úgy de szép lett volna pedig, Hadadi csak beleérni tud a labdába, de ki tudjuk védekezni? Igen!
Hát, befújt egy 7 méterest a játékvezető. Úgyhogy jöjjön a második büntetője a vendégcsapatnak. Ugye az elsőt belőtték, és belövik a másodikat is. Csontos a gólszerző. Úgy ítélte meg a játékvezető, hogy zicser volt és gólra tölő játékos ellen szabálytalankodtunk. Ezért adott 7 méterest. Fogadjuk el az ő döntését, még akkor is, ha mi másképpen szeretnénk látni. Csúszda, 11-10-re így most vezet megint egy góllal a miskolci csapat. Kovács mondja közben a többieknek, hogy mi legyen. Kovács, Bancsók, Hadadi, megpróbálja? Próbálta volna, de Kocsis leszett a levegőből. Közben Hadas Sándor mondja a fiúknak, hogy nincs zárás, készítsük elő. Csúszda, Bancsók, Kovács, még tovább, Hadadi, jó! Na most elment a labda a kezek között, nagyon szépen fölment Hadadi, és ugye nem látta a kapus sem, hogy merről jön a labda, így aztán gyönyörűen betaláltunk a hálóba. A hosszú oldalra, el a felső sarokba, közben pedig kipasszolt oldalra az egyik miskolci játékos, a játékostársa mögé tette a labdát, így aztán most mi jöhetünk előre, de Hadadi mutatta, hogy talán nedves a labda, vagy csúszik, és emiatt azt kérte, hogy cseréljék le a tartalékra. A 22. percből a 23. percbe lépünk. Az első játék részben még természetesen. Kovács, Hadadi, Csúszda, Hadadi, Kovács, Bancsók, Kovács, Hadadi, Csúszda, egy labda nélküli helycsere. Kovács kiment a bal oldalra, onnan indul befelé, Bancsók! Nem tudott neki a beállósunk helyet csinálni, Kasszás indítja útjára a labdát. Bancsók, Kovács, Csúszda. Na, mit fog csinálni Máté? Á, nem jött össze a cunderezés! És ebből csak szabad dobás lesz. Kovács, még vigyázzunk ne, hogy passzív legyen. Kovács egyedül, nem Bancsóknak, lepasszolja, így jó! És csak sikerül addig meddig venni a labdát, hogy betalálunk a kapuba. Bancsók Károly második gólját szerzi a mérkőzésen. Ezzel megint fordul egy picikét a kocka, 12-11 arányban most a mieink vezetnek a 24. percben az első félidőben. Kicsit átforgatja a csapatot most a vendégalakulat, visszajön a pályára Orosz Gábor, gondolom kicsit jobban érzi már magát, ugye helyette állt be Lukács, Robin, és középen pedig föltűnik most 55-öset Rézsi Norbert, ő kapja a labdát. Tehát akkor azt gondolom egy első blikre, hogy az új emberek kipipálva, támadó szabálytalanság, vagy pontosabban támadó hiba, és ebből gyorsan megyünk előre, Kovács egy testcsellel becsapja a védőjét, és sikerül gólt szereznie! Kovács László első gólja a mérkőzésen, ami nagyon-nagyon kellett most nekünk. És két góllal vezetünk, ami nem életbiztosítás, tehát nem most dőljenek hátra, és nem most menjenek ki egy sörére a hűtőszekrényhez, mert messze vagyunk még attól, hogy mi megnyugodjunk. 13-11-re most vezetünk, és ez a legfontosabb. Közben pedig Madai kapott egy sárga lapot, még valószínű, hogy védekezés közben volt egy szabálytalanság, amit elkövetett. Ezt megjegyezte a játékvezető. Trézsi, Orosz, Trézsi, kijött a beállós, Trézsi, csinálja a helyet Trézsinek, meg saját magának. És hát azt mutatja éppen Kocsis Csaba, hogy de hát kérem, már majdnem megcsináltam a helyzetet, nem kellett volna ebbe belefújni. Aj, de szép akció volt, és nem is tudtunk mit kezdeni. Orosz a gólszerző. 13-12-re módosul az állás, Csúszda, Bancsó, Kovács, Hadadi. Na, és akkor most felállt fal ellen, támadunk, nem! Csúszda mióta ott kérte már a labdát bent! A hatoson annyira óvatosan és lassan settenkedett be oda a hatoshoz,
hogy én magam sem vettem észre, és a védők is csak úgy tudtak ellene szabálytalankodni, hogy ebből bizony 7 méteres lett. No hát akkor Kovács László az, aki odáll elvégezni ezt a büntetőt. Lesz-e flick-flack és trükközés, vagy az egyszerűt választja, vagy a kapus bravúrral kivédi a lövését. Hát egy kicsit túl bonyolította, bár egyszerűnek indult. Bevette a játékba a kapufát is. De a gól a lényeg, ahogy szoktuk mondani, a gólvonalon legyen túl a labda. Onnantól már senkit nem érdekel, hogy az hogy került oda. 14-12, egyébként meg egy szép 7 méteres volt. Az első büntetőt tehát belövi a hajdunánási csapat. Nagy lövés, a kapufa segít a másik oldalon, Vadászi próbálkozott. Hadadi, Bancsó kéri középen üresbe, és ott a gól! Bancsó Károly! És nem is csoda, hogy Csontos Róbert úgy dönt, hogy lehívja a csapatát és időt kér. Nem tudom, önök mennyit hallottak az időkérésből, mert nagyon jó kis közönség gyűlt össze itt a Somorjai László városi sportcsarnokban, és már önmagában ez is nehezíti egy kicsikét a hang begyűjtését, hogy az ember hallja, hogy miről is beszélnek az edzők. Mi egy kicsit messze voltunk a nánásiaktól, a másik oldalon pedig szerintem a zaj miatt önök sem sokat hallottak. Hát maradjunk annyiban, hogy mindkét edző elmondta a maga mondókáját, és meglátjuk, hogy mi változik. Egy dolog biztos, és ezt most nagyon gyorsan rögzítsük, 3 góllal vezetünk 15-12-re a 27. percben az első játék részben, és egy nagyon jó, gyors lerohanás, könnyű gól, ahogy szokták mondani, amit Bancsók összehozott meg a csapat, ez nagyon-nagyon kellett, ezek a lehető legértékesebb gólok, és megint támadó szabálytalanság, ha jól láttam, akkor Kocsis Csabát ítélt a játékvezető szabálytalannak, Kovácsot pedig nagy rutinnal Csontos megfogja, és mondja neki, hogy bocs, öreg, de nekem most itt téged meg kellett állítani. Hát igen, ha bejön Kovácsnak a testcsel, akkor ott egy újabb zicser, és megint egy iszonyatos értékes találat lehetett volna ez a részünkről. Na de ha mondjuk felállt fal ellen tudnánk eredményesek lenni, annak is ugyanúgy örülünk, mert akkor egyel megint arrébb lennénk, mutatja a figurát Kovács, megbeszéli Hadadival. Kovács indul a fal irányába, Bancsók, aztán egy labda nélküli helycsere, Hadadi már középen, Kovács a balát lövő helyén. Hadadi, Bancsók, kicsit sokan vannak. Jó, ez gól, de szerintem egy 2 percet nyugodtan lehetne adni. Mondom én, mert hogy Kaszást hátulról húzták lefelé. De hát ezt csak én gondoltam így, és ha jól láttam, akkor pont Lukács volt talán szabálytalan vele szemben, igen. Lukács Robin, de lehet, hogy csak én láttam így. A lényeg, 16-12 a 28. percben az első félidőben. Ó, Istenem, ha ez a második játék részben lenne így, egy 4 gólos hajdunánási előny, akkor azt mondhatnám önöknek, hogy megnyertük a meccset, ettől még annyira messze vagyunk. Megint egy hiba, elidegeskedik a miskolciak, és gyorsan mehetünk előre, Bancsó Kovácsnak kicsúszik a labda a kezéből, és nem tudja Szabó Attila megmenteni a jobb oldalon. Ó, de kár! És nem tudjuk visszaszerezni. Ez meg elmegy a másik oldalra, és sajnos ebből egy 7 méteres lesz. Hú, de kár, hogy elkapkodtuk, és még Madai Tamás kap egy 2 perces kiállítást. Hát a lehető legrosszabbkor, ugyanis 1 perc 59 másodperc van hátra az első félidőből. Ha Kovácsnak nem csúszik ki a labda a kezéből, nem volt egy túl jó átadás, kicsit túl is futott a labdán Bancsók. Bocsánat, Kovács, amikor Bancsóktól kapta a labdát. De hát ez is benne van a kézilabdában. Na nézzük! Jön a 7 méteres Szabó Attila és Csontos Robi még
poénkodnak egymással egy sort. Na nézzük, kettőt belőtt, Csontos belövi a harmadikat is. Na, ide kár ezért, de okosan kell most játszanunk és támadunk, hiszen 1 perc 45 másodperc van az első félidő végéig. Most nem szabad labdát vesztenünk, most nem szabad, hogy egy-két gyors góllal még megszórjon bennünket az ellenfél. Hát jól tudják ezt a fiúk is, Szabó, Pancsó és Kovács a labda útja. Hadadik, kicsit lassan szervezzük most ezt a támadást. Kovács majdnem mindenkinek egyesével elmondja, hogy mit akar. Hát mennünk kéne, mutatja a játékvezető is. Na most indul a figura. Hadadik középen, Szabó egyedül, mint a régi szép időkben, hát majdnem. Egyébként Szabó Attila posztolt egy érdekes fotót ki a Facebookra, majd elmondom, hogy mi volt az, de most nézzük a támadásunkat, mert ugye ember hátrányban kell támadni, és nagyon jól érzi Hadas Sándor, hogy most kell lehívni a csapatát. Na hát, ha többet hallunk. Arra az egy emberre meg lépünk fel. Ennyi. Jó. Ott meg türelem. Megy a befutó. Egy perc van vissza. Ki kell védekezni, és volt kell lőni. Gyerünk, Kedáro, Miskolc! Hát most sem hallottunk túl sokat a fiúkból, de én azt gondolom, mármint a hajdunánásiakból, de én azt gondolom, és ahogyan a szófoszlányokat összeraktam, meg ahogyan néztem Hadas Sándornak a kézmozdulatait és a gesztikulálását, abból azt tűnt, hogy ezt a támadást magyarázta el a fiúknak, hogy ember hátrányban most hogyan kellene eredményesen végigvinni ezt a támadást. Fönn a játékvezető keze, tehát túlságosan sok cifrázni való már nincs. Bancsóknak a lövését hárítja a kapus, és egyet megint lefaraghat a Miskolc, hiszen még kényelmesen fölépítheti a támadását. Felnézett most a kijelzőre Csontos, és konstatált, hogy van még 40 másodperc hátra. A beállóst átküldi a másik oldalra Orosz. Nagy lövés, de nagy védés! Milyen legyen a labda? Milyen legyen a labda? Hát nem igaz, hogy elszórjuk! És a másodikat is kivédi a kapuban Dormanti! Hú, de nagyot szusszant ő is, ezt már nem láthatják önök. És még fölvihetjük a labdát, hiszen van még 12 másodperc az első fél időből. Na most már töltsük ott ezt a 12 másodpercet, vagyis hát már kevesebbet. Hadadi egyedül próbálkozik, időn túli szabad dobás. Hú, mekkorát védett Torma, kétszer is egymás után, és aztán utána Bancsók is talán meglepődött. Igen, én is azt néztem, mintha úgy hoztuk volna ki a labdát, hogy a hatosunk belülre nyúltunk meg, talán Bancsók benne is volt egy kicsit, ő is talán azt várt, hogy lefújja a játékvezető, nem fújt, mire kapott a labda után, már késő volt. Hadadi megpróbálta, nem volt rossz az elképzelés, de ott volt a védők lába. Szóval talán ő is meglepődött, egy kicsikét visszaszerezték még a miskolciak, megpróbálkoztak még egy lövéssel, ami nem volt jó, meg nem volt erős, de annyira lecsúszó, lecsorgó lövés volt, hogy majdnem sikerült Tormát megtréfálni, aztán rátolt a kapufáról kijött a labda. Na de örüljünk, megúsztuk ennyivel ezt a történetet. 16-13, tehát gyakorlatilag a legnagyobb négy gólos előnyből, amit az első fél időben ki tudott építeni a hajdunánási csapat, 3 még megmaradt, így kezdődik a második játékrész, de ha engem kérdeznek, akkor gyakorlatilag ez a második félidő 0-0-ról indul. Ez a Miskolc pillanatok alatt képes ezt a 3 gólt ledolgozni, és még van hátra kőkemény 30 perc, egy komplett félidő. Ennyit az első játékrészről, jön egy rövid szünet, és aztán majd jövünk vissza a második félidővel.
Keres egy minden téren megfelelő és kielégítő műszaki szaküzletet, akkor irány a Csiszer Kft. Televízió, tablettek, mobiltelefonok, számítástechnikai kiegészítők, kávékapszulák, mosógépek, ruhaszárítógépek, hűtő- és fagyasztógépek, gáz- és kombinált tűzhelyek, kisháztartási gépek nagy választékban. Színben, méretben, formában nálunk olyat talál, amilyet csak akar, és minden mást, ami műszaki cikk. Keresse Hajdunánás legnagyobb műszaki szakáruházát a Széchenyi körút 36 szám alatt. Azt, amit megbeszéltünk Attilának, hogy 10 percet vagy bírnia kell, utána megy Lacika, utána jön a Máté és pihen egy. Nagyon-nagyon figyeljünk oda, jó? Ne szórjuk el a labdát az elején. 2-3. Hamarosan kezdődik a második félidő, kedves nézőink, 16-13-as hajdunánási vezetésről folytatjuk, 2 másodpercig játszunk még emberhátrányban, de összességében véve én azt gondolom, hogy húzni kell egy vonalat, nagyon örülni kell az első félidőnek, hiszen nagyon jól sikerült a mi nézőpontunkból. Viszont hát jön a második játékrész, ahol egész biztos, hogy még a minden és a bármi is megtörténhet, úgyhogy ahogy szokták mondani, várjuk ki a végét, és majd csak nyugtával dicsérjük a napot. Hiszen a miskolciak vezetik az első támadást, és ezt a 3 gólos hátrányukat már is 2-re faraghatják, hogy a gólt érnek el. Egyenlőre még arra várunk, hogy a játékvezetők elengedjék a második félidőt. És most van minden rendben, a játékvezetők pedig megadják az engedélyt és a lehetőséget, közben még a nézőket kérik meg egy kicsit, hogy mindenki foglalja a helyét és ne mászkáljon a pályán. Nézzük az első támadást tehát. Járatják a labdát, közben már természetesen kiegészültünk. És orosz, így megfogtuk a levegőbe keményen. Bancsuk mutatja, hogy én csak föltettem a kezem, belülvédekezésért 7 méteres lesz. Hát szerintem belülvédekezés nem volt. A szabálytalanság az kétségtelen, de az is igaz. Áj, de kár ezért a büntetőért. Ugye ez a 4. 7 méteres, amit elvégezhet a vendégalakulat. És mind a előző 3-at csontos végezte el. A 4. is belövi. Ugye hát ahogy mondtam, rögtön 2 gólra feljöttek a miskolciak, 16-14. És most jöhet az első hajdunánási támadás. Persze hát most könnyű nekem okos dolgot mondani innen fentről, hogyha minden miskolci gólra tudunk válaszolni egy másik találattal, akkor ugye már is visszáll a 3 gólos különbség, de hát ez nagyon nem egyszerű. Bancsuk de szépen csinálta. Hát ez a megmozdulás gólt ért, demelt volna. Bancsuk fogja is a fejét. Nagyon szépen becsapta a védőket. Ott volt az itszer, de utána eltalálta a kapust. És hát azt sem felejtsük el azért, hogy nyitrai kapus nagyon jól helyezkedett. És gyanítom ezzel már is 1 gólra faragja a hátrányát a Miskolc. Övék volt az első támadás, kaptak egy 7 méterest, mi kihagytuk a mi támadásunkat, és kapnak egy másik 7 méterest. Teljes joggal, én ezt már jobban úgy láttam, mint az előzőt. És az 5. büntetőhöz is Csontos Róbert áll oda. Kapust cserélünk most, Reszegi Csaba jön be a kapuba. Esélyünk sem volt. És már csak 1 a különbség. Hát örültünk egy 4 gólos előnynek 16-12-nél, 16-15-re feljött a Miskolc. Eddig a második félidőben mi még gólt nem tudtunk lőni, kapni viszont már 2-t is kaptunk. Szabó, Bancsok, Kovács, megbeszélik most a fiúk a figurát. Hadadi tette tovább a labdát és kapja vissza, Bancsók érkezik, Kovács, Bancsók előtt ketten vannak, úgyhogy vissza kell fordítani az egész akciót. Kovács, nagyon jól védekezik most a Miskolc, Hadadi, fönn a játékvezető keze, úgyhogy kényszerből ezt ellőttük, és ebben a pillanatban tehát kiegyenlíthet a Miskolc. Sajnos nem tudtuk ott folytatni, ahol az első félidőt abba hagytuk, akkor nagyon jó passzban voltunk.
Most egyelőre eltelt több mint 2 perc, és még csak gólt sem tudtunk szerezni. Koscsó. Orosz, ő kapja vissza a labdát. Koscsó. Orosz, le a szélre. Koscsónál megint, kilép most a beállós egy pillanatra. Orosz. Csinálják neki a helyet, de talán most jól védekezünk, igen. Kocsishoz eljutott ugyan a labda, de mutatta a játékvezető, hogy szabálytalanság volt. Csontos. Középre ment, és nagyon jól helyezkedett, és nagyon jól állt Torma a kapuban. Remekül védett. Még rendezetlen a védelem, Bancsóknak, na, csak nagy nehezen odaadjuk a labdát, és ezt is véde a kapus. Két zicserünk kimarad, és nem tudunk továbbra sem gólt lőni a második félidőben. A játékvezető mit csinál? Lenn marad a kapus a földön, én már az induló embert néztem, és a kapusnak is, és Bancsóknak is ad egy 2 percet. Leküldi tehát Nyitrai Szabolcsot és Bancsók Károlyt. Valami vita volt, nem láttam, megmondom őszintén, hogy mi történt, mert a bal oldalon a bal szélső elfutott, és én már csak azt figyeltem, hogy ott mi zajlik. Úgyhogy most egy játékost lecserélnek a vendégek, és György Gábor áll be a kapuba a Miskolcnál. Én ezt a két kihagyott zicsert sajnálom inkább. Ugye, ha az bemegy, akkor 18-15, és akkor tényleg ott van, hogy 3 gól a különbség. Na nézzük! Emberazonosság a pályán, ugye, mert mindenhol megvolt egy-egy kiállított játékos. Vadászi a gólszerző. És a szünet elején meglévő előnyünk tovaszáll. Ugye mondtam én önöknek, hogy húzzunk egy vonalat, örüljünk az első félidőnek, de jön egy második játékrész, ami higgyük el, hogy teljesen más lesz. Így is van, 3,5 percnyi játék után nem tudtunk gólt szerezni a második félidőben. Kapni viszont már 3-at is kaptunk. Szabó Attila próbálkozik, őt állítják meg a védők. Gyorsan próbáljuk elvégezni a szabaddobást. Kaszás kéri a távolságot. Szabó. Kaszásnak szépen varázsolta oda. Se bű, se bá. Elment a labda sajnos a kapu előtt. Majdnem szegény játékvezetőt is eltaláltuk. Na, itt a lehetőség, hogy már is vezessen a Miskolc, és természetesen meg is teszi. Hát, ha így folytatjuk, ebből nagy verés lesz a végén. 17-16-ra immáron vezetnek a miskolciak. 4 perc 15 másodpercnyi játék után egyetlen gólt sem tudtunk szerezni még sajnos a második félidőben. Nagyon-nagyon-nagyon számunkra a lehető legrosszabbul kezdődik a második játékrész. Szabó. Ellene szabálytalankodnak, ezért kapunk egy szabad dobást. Hadadi. Van-e visszaút innen? Ez a nagy kérdés, nem tudom. Nagyon megtört a játékunk, Hadadi. Ellene szabálytalankodnak most egyet. Kovács. Hadadi, el kellett lőni, muszáj volt. Hát már is 2 gólos előnye lehet a miskolciaknak. Csontos kéri el a labdát. Aztán Koscsó. Orosz. Ő kapja vissza. Koscsó. Madai védekezik jól, nagyon kellett ez most. És a játékvezetők most törlést kérnek. A 6. percben járunk, a második félidőben 17-16-ra vezetnek a miskolciak úgy, hogy mi gólt nem tudtunk szerezni még. Itt a második játékrészben. Közben visszaállhattak ugye a kiállított játékosok is. Koscsó, Orosz, ő kapja vissza a labdát. Koscsó, Csontos, vissza Koscsónak. Koscsó Ádám első gólja a mérkőzésen, a 18. találata a Miskolcnak, már is 2-vel vezetnek. Kovács, Szabó, Szabó Attila ellen szabálytalankodnak.
mintha nem is ugyanaz a mérkőzés lenne, nem is csoda, hogy időt kér Hadas Sándor. Kaptunk 6 gólt, és egyet sem tudtunk lőni. Magukat összeszedni, mert nem tudtuk ezt felépíteni. Figyeljetek ide, meg vagyunk most már 66-an. Világos. A következőt kérem. A nullás mozgást, a 10-es mozgást, vagy hátul a 12-est, amivel Máté befut. Odafut a túloldali, nem baj, nem érdekel, hogy kivédekezik a kocsis. Rámé, nem ész nélkül eldobom a labdát. Páros lábon cselezek. A kereszt meg menjen oda, segítenének, ha nem tudja bevinni a labdát. Jön a labda és lőjük be a labdát. Ennyit kellett. Fejben leengedtünk 3 viccelőt. Meg nekünk kell megoldani, ez meg nem védekezés. Átjáróház. Amit felépítettünk az első fél időben, kiszedem alól a talaj. Én nem tudok védekezni ugyanúgy. Én nem tudok váltani ugyanúgy. Meg kell tartanom, végre egyet fel, kicsit a mérkőzésnek, 25 perc van. Szedjem már össze magam, ne legyek megcsinálni, most vegyen olyan a talicskát. 2-3, ne legyek már megcsinálva. Mintha ez a mérkőzés a számunkra csak egy fél ideig tartott volna, hát hallhatták talán, hogy Hadas Sándor azért keményen elmondta magáit a fiúknak, de az mindenféleképpen beszédes, hogy 5 perc 43 másodperc alatt 6 gólt kaptunk és egyet sem tudtunk lőni. Na mondom, azt kérdeztem már 16-15-nél, 16-16-nál is, hogy van-e visszaút, nem tudom. Most nagyon messze vagyunk ettől a meccstől. Kovács, Hadadi, Csúszda, Hadadi. Csúszda jön be középre, Kelemen, Kovács. Megállítja a játékvezető az időt, mert kaszás kapoda a kezéhez. Kelemen, Kovács, Hadadi, Csúszda, jó. Az első találatunkra 6 perc és 19 másodpercet kellett várni. Ezzel most csak kozmetikázni tudunk, egy jó védekezés kellene. A játékvezető megállítja most az órát, mert az előbbi esés miatt törölni kell. Ájdekár ezért a mérkőzésre, és egyébként a nézők is döbbenten ülnek itt a csarnokban, hogy mi történhetett. Két zicserünk kimaradt, és ez nagyon fontos lehet majd a végelszámolásnál, de nem tudom, egyelőre nem látom azt a tüzet, ami megvolt az első fél időben. Csontos, hátra teszi Koscsónak. Jó, elpasszolják magukat. Az első fél időben rengeteg ilyen hibát vétett a játékrész vége felé a vendégalakulat. Eddig most pontosan játszottak, ez is igaz, Hadadi. Mire Madaihoz eljut a labda, a játékvezető már belefúj. Végezzük el a szabad dobást, azért ennyire nem jó nekünk, ha telik az idő. Kovács, ő kapja vissza a labdát, megint nála a játékszer, Kovács, Hadadi, Kelemen, lejött a falról, ajhaj, mutatja a játékvezető, hogy nem jól végezték el az oldaldobást, úgyhogy megismételtette, nem tudtunk sajnos kiegyenlíteni, nem tudom ez a passz hova ment, de nekünk nem volt jó, ez egyértelműen látszott. Koscsó egyedül, és gólt is szerez. 19-17, két góllal vezet megint a miskolci alakulat. És akkor egy gyors fejszámolás. Most tart 6 gólnál, az előbb rosszul mondta a miskolci alakulat, mi pedig egyet tudtunk csak lőni a második játék részben. Csúszda,
azt a két gólunkat, ami van, azt mind a kettő csúszda Máté szállítja itt a második játék részben. 19-18-ra módosítva az állást, legalább a lélegeztetőgépünket még bekapcsolva tartja. Szépen lassan építi föl a támadását a miskolci csapat, Koscsónál a labda. Orosz, ő kapja vissza, Koscsó, Kocsis. De bocsánat, Csontosnál volt a labda, most Koscsó. Jó védés, de volt egy szabálytalanság, marad a labda a vendégeknél tehát. Gyorsan elvégzik, és csak végigjátszák, és csak gólt szereznek belőle. Csontos a 9. találatát szerzi ezen a mérkőzésen. Nem tudjuk őt kivenni és kikapcsolni. 20-18, megint kettővel vezetnek a miskolciak. Teljesen átrendezi most a csapatot Hadas Sándor, mert hogy a bal oldalon feltűnik Dankó. Aztán egy támadás-védekezés cserét is csináltunk, ugye Madai is Kaszás között, illetve visszajön a pályára Bancsuk a jobb átlövő helyére, és a jobb szélre pedig Nagy László. Bancsuk. Hadadi. Egyedül. Mire ellövi, már belefújnak. Kovács mutatja Kaszásnak, hogy hová álljon a falba. Kovács. Szép, 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 szép. Ugye mondtam az első fél időben, hogy Kovácsnak talán több keresnivalója lenne ezzel a mozgással itt a nagy emberek között, ezt továbbra is fenntartom. A harmadik gólját lövi, ez is egy ilyen volt, amit szerintem bátrabban megpróbálhatna. A 11. percben 20-19-re módosul az állás. Vezetnek egy góllal a miskolciak. Kérdés, hogy ki tudjuk-e védekezni ezt a támadást. Nagyon kellene egyébként nekünk, Csontos, mert eddig jószerivel minden zicsert belőttek. Jó! Így van! És szerintem ez a jó védés nagyon kellett már a kapuban Tormantinak is. Kovács megint megpróbálja? Nem, Dankónak leteszi. És Dankó lövésének köszönhetően kiegyenlít a hajdunánási csapat. Dankó József első gólja a meccsen. 20-20. Na, talán kezdünk magunkhoz térni? Itt lenne az ideje, mondom én szépen halkan csendben. Mert ahogy az első 6-7 percet kezdtük, az rémisztő volt itt a második fél időben. Persze ettől még továbbra sem mi vagyunk ennek a meccsnek az esélyesei, csak legalább álljunk helyt a pályán. Kapunk egy újabb gólt, Koscsó a gólszerző, 21-20-ra módosítja az állást, egyel megint vezet a Miskolc. Hadadi, Kovács, Bancsók, Kovács, megbeszélik, hogy mi legyen a figura. Most indul Kovács a fal irányába. Hadadi, húha, nem volt ott Bancsók, vissza kellett egy picit tartani a labdát. Kovács, Hadadi, megpattant a labda, legalább a sarokból folytathatjuk. Dankó teszi ki a labdát ide Hadadinak. Hadadi, Kovács, Bancsók, Kovács, Kovács még, Kovács, Megint kettővel vezet a Miskolc, 22-20. És mire azt mondom, hogy na kezdünk magunkhoz térni, utána megint belekerülünk a gödrünkbe. 9 gólnál tart a második félidőben a vendégalakulat, míg mi csak 4-et tudtunk elhelyezni az ő kapujukba. Hadadi, Bancsók, Hadadi, Hadadi egyedül, csak szabad dobást kapunk. Kovács, Bancsók, Hadadi, Bancsók, Kovács, Bancsók, Kovács, vissza Bancsóknak, Hadadi éppen, hogy meg tudta fogni a labdát, ez pedig keresztbe, meg fölé is, meg mindenhova ment, csak a kapu irányába nem. Itt pedig egy pontos indítás, és egy gól a másik oldalon.
Hiába állunk föl és egyenlítünk 20-20-ra, már három gólos a Miskolc előnye, 23-20. Eltűntünk és elvesztünk a második félidőben. De jó kis első félidőnk volt pedig, és nem csak azért, mert vezettünk, hanem mert olyan volt a csapat játéka is, hogy lehetett élvezni a meccset. Most viszont nem tudom, mi történt. Vagy a Miskolc javult föl ennyire, vagy mi csúsztunk vissza, ezt már nyilván a hozzáértők tudják megmondani. Danko ellen szabálytalankodnak. Kovács. Adadi. Kovács, Bancsók. Szabálytalankodnak Bancsók ellen. Mutatja a játékvezetőnek, hogy kicsit volt egy belülvédekezés is. Aztán Csontos meg megpróbálja megdumálni Bancsókkal, hogy nem úgy volt ez a dolog. De kapunk egy 7 méteres, bárhonnan is nézzük. No, hát az elsőt, ha jól számítom az emlékezetemben, akkor belőttük. A második kimarad. Mondom, teljesen ellentétes második félidőt látunk. Egyszerűen nem is értem, hogy ez most hogy jöhet így össze, mert vártam, hogy elfáradunk a meccs végére, de hogy kijövünk a második játék részre, és teljesen összezúlna a csapat, hát ezt álmomban sem gondoltam volna. 5-1-es védekezésre váltunk, meglátjuk, hogy működik-e. Koscsó eddig nem. Mondom én, ebből nagy verés lesz. Játékvezető visszafújja a középkezdést, nem jól végeztük el, és lesz egy 2 perc. Vadászit küldi le a játékvezető 2 percre. És ezzel már 4 góllal vezet. A vendég alakulat 24-20 arányban. És hát megmondom őszintén, kicsit én is elszomorodtam, mert mint a Luffy, ami így találkozik egy tűhegyével, és kipukkad. Körülbelül ez történt velünk is. Mancsó. Adadi. Jó. Adadi önmaga 6., a csapatának a 21. gólját szerzi. 24-21-re módosul az állás. Lehet, valahogy meg kéne fogni a miskolci gólgyártást. Másképpen nem lehet visszakapaszkodni. És nem lehet faragni a különbségen. Lukács tette oldalra a labdát, ő kapja vissza. Most úgy látom, hogy megpróbáljuk kivenni a játékból Csontost. Hát igen, már ő maga 9 gólnál tart. A játékvezető megállítja az időt, mert törlés kér. Hát igen, Csontos ugye egyrészt nagyon jól szervezi a játékot, nagyon jól irányítja a csapatát, és lövi a gólokat szépen egymás után. Most is ő kapja a labdát. Megpattan a játékszer, a kipattanó nem a miénk, mert nagy azon az oldalon természetesen már indult volna el előre. De hiába az ember előny, nem tudunk mit kezdeni vele. Ez a 25. találata a vendégeknek, 25-21-re vezetnek, megint 4 góllal. Bancsók próbálja a többieket egy picit felpörgetni, hogy haladjanak már, hiszen nálunk van az ember előny, kéne valamit csinálni. Bancsók, Adadi, Kovács, Kaszás. Kaszásnak az első gólja itt a második félidőben, 5-5 lőtt az első játék részben. Eddig nem igazán tudtuk őt megtalálni. 25-22, és hogyha valaki ránéz most az eredményre, persze azt mondja, hogy még bármi megtörténhet. Igen, csak nem látom a lendületet és a dinamikát a fiúkban. Tehát ami az első fél időben megvolt, és az a hihetetlen elszántság, az most úgy nem tükröződik vissza, és nem is megy a játék nekünk jól. Na, milyen kalabda? Igen, Kelemen hozzá remekül. Megpróbálkozott Lukács egy lövéssel. Ez bravúrusan hárította, reszegi a kapuban, csúszda, csüntek rajta 2-3-an, csúszda viszont így is gólt szerez. Aztán a kollégák elnézést is kérnek tőle, hogy
megpróbálták megállítani, de nem akarták bántani. Ugye Csontost kivesszük most a játékból, és Kossuth is kivesszük a játékból. Ők nagyon jól játszottak egymás között, nagyon jól tették-vették a labdát. Nyilván ezért próbáljuk meg kifogni őket. Orosz, csak hát így nagyobb a terület. Jó, nagy, remekül védekezett, aztán meg is szerzi a labdát. Nagy László indul meg. Jaj, de kinek tegyem, alapon kidobja. Ugye ezek azok a technikai hibák, amik borzasztóak. És tessék, kapjuk a gólt a másik oldalon. Amikor egy picit visszajöhetnénk, akkor elkövetünk egy óriási buta nagy hibát. Közben Kovácsot viszik le a földre, 26-23-ra módosul az állás. Hát feljöhettünk volna két gólra. Megint törlést kér a játékvezető. A 19. percben járunk a második félidőben. És talán az utolsó pillanatok azok, amikor még visszajöhetünk, vagy jöhettünk volna a meccsbe? Hát ki tudja. Persze ne feledjük el, hogy a második helyezett ellen játszunk, aki egyébként az első osztályba tör, meg arra, bocsánat, a másodosztályba az NB1B-be tör, meg arra, hogy megnyerje itt az NB2-es bajnokságot. Ami mind szép és jó, de ha nem lett volna az első félidő, ahol annyira remekül jól játszottunk, akkor most nem sajnálnám, hogy itt tartunk a második félidőben. Akkor szimplán csak erre rá lehetne fogni sok mindent. Kovács. Bancsók. Kovács. Hadadi. Kovács. Kiejti a kezéből a labdát. Védekezzél, buzdítják egymást a miskolciak. Megint kiejtjük a labdát. Mondjuk itt volt egy kis szabálytalanság is. Hadadi. Lassan passzív lesz, attól tartok. Nem találjuk meg Kaszást. Elvégezzük a szabad dobást. Kovács. Csúszdát próbálta megjátszani. Hadadi még. Nem ment el nagyhoz a labda, egy újabb szabad dobás. Most nagyon jól töri a támadásunkat a Miskolc. Bancsók fönn a játékvezető keze. A lövésünk pedig elmegy a kapu mellé. Jó, Reszegi véd remekül. Kossuth lövését hárította, aztán remekül eladjuk a labdát. És aztán Csúszda próbálkozik meg remekül védekezni, és igaza van, gyorsan elvégzi a szabad dobást. A Miskolc, de a játékvezető visszafújja. Na nézzük a szabad dobást. Dekár ezért a sok hibáért. Csontos ő teszi le oldalra és kapja vissza a labdát. Csontos egyedül elejti, kiejti, maga mögé hagyja és teszi. Na nézzük, Kovács. Kovács, ezt neki végig kell csinálni, a óriásit véd a kapus. Hát legalább egy kis szerencsénk lenne. Azt akartam mondani, hogy mákunk, de nem akartam ennyire lemenni. Nagyon jó! Kelemen, remek védekezés! Csak lőjük már be a helyzeteinket! Nagy! Nagy még! Kovács! Csúszda! Így valahogy! És még lesz egy kettő perc is, igen! Csúszda Máté önmaga negyedik találatát szerzi, és Vadászi Gábor meg a második kettő percesét kapja. Egyébként az a vicc, hogy annak ellenére, hogy mennyire rosszul alakul nekünk ez a második félidő, még mindig csak idézőjelben két gólos hátrányban vagyunk, és bízom benne, hogy ennél több nem is lesz, és bízom benne, hogy vissza tudunk jönni, akár X-re is. Most, hogy ember előnyben vagyunk. Na, ott fogjuk meg ezt a beállóst, az lehetetlen. Viszont Madainak csak sikerül elérnie, hogy egy kicsi faltal megfogja ezt az akciót. Megint törlést kér a játékvezető. De én azt gondolom, hogy egyébként majd kíváncsi leszek a Miskolci nyilatkozatokra, de hát szerintem nem élete játéka a Miskolcnak, és valószínű ők is így fogják értékelni ezt a meccset, de hát ennek ellenére a két pont egyenlőre az ő zsebükben van. A 20-ból most léptünk át, ugye a 21-ből most léptünk át a 22. percben a második félidőbe. Az első játék részben ugyanekkor kicsit jobban állt a szénánk.
Na, Csontos vagy Koscsó kapja a labdát. Le a szélre, Orosz, és ott a gól. Ugye hát pont az a gond, hogy nem tudjuk megállítani. Ez is egy szép helyzet, behozás volt, és egy szép gól, nem tudjuk megállítani a miskolci támadásokat. Megint hárommal vezetnek, 27-24-re, és egyre fogy az idő. Ott a második félidő elején, amikor ha jól számolom, kaptunk 6-ot, de 5-öt biztosan, amire nem tudtunk válaszolni. Hát ez a meccs úgy néz, hogy ott csúszott ki a kezeink közül. Bancsoknál marad a labda, mert hogy ellene szabálytalankodtak. Ez pedig egy 7 méteres lesz. Oda kapott a hátához szegény. Kaszás nagyon rosszul érkezett a földre. Remélhetőleg nincs komolyabb baj. Jól van, fölsegíti őt gyorsan, Csontos. Kapunk egy 7 méteres, csak hát azt ugye be is kéne lőnünk. Ez a harmadik büntetünk. Egyet belőttünk, egyet kihagytunk. És most Hadadi áll oda elvégezni a büntetőt. Ugye Kovácsnak kimaradt az előző. Ez nagyon kellene, hogy még életben maradjunk. Már legalábbis az esélyeink, hogy fölzárkózzunk a gólok számát illetően. Na nézzük, de hát akkor leszünk okosabbak, ha túl vagyunk ezen a büntetőn. Jó, belövi Hadadi. Kicsit talán megjöhetne a közönség hangja is most. 27-25 ember előnyben vagyunk, és 2 góllal vezetnek a miskolciak. Koscsó le a szélre. Lukács még egyedül? Igen. Azt hittem, hogy becsorog a kapuba, de szerencsére megúsztuk, nem sok híja volt. Bancsó, Nagy, megfordulhatott volna Nagy, és mehetett volna a kapu irányába. Bancsók Nagy még mindig ott volt egyébként Zicserbe. Kovács a rövid oldalra, elmozdult a kapus, ezt használta ki Kovács László. A negyedik találatát szerzi. Szép volt ez is egyébként, ha az előbb a miskolciak helyzet behozását és helyzet kihasználását megdicsértük. 27-26-ra fölzárkózunk, de hát össze kéne állnunk egy jó védekezéssel, az nagyon kéne. Kelemen próbálkozik kísérni az emberét, Lukács le, még ott marad a labda a vendégeknél, Koscsó, oda játssza a beállósnak, de őt meg most szépen elválasztjuk a labdától. Mármint természetesen szabálytalanok voltunk, de épp egy akkora faltot csináltunk Kocsis Csabán, ami elég volt ahhoz, hogy megfogjuk a támadásukat. A 24. percben járunk a második félidőben. Kocsisnak a kezében a labda. Kéri a távolságot természetesen. Lukács. Le a szélre, Csontos, egyedül, igen, bam, be is vágja, hogy kell. Csontosnak a 10. találata ez a meccsen, és nyugodt 2 gólos előny a Miskolcnál, 28-26-ra vezetnek. Bancsó. Kovács. Bancsók azt reklamált egyébként a játékvezetőnél, mikor jöttek vissza a középkezdéshez, hogy szerinte a beálló szabálytalan volt. Kovács egyedül? Na, megpróbálja. Kaszásnak adta volna a labdát, de már szabálytalankodnak ellene. Kovács. Hadadi. Csúszda. Onnan nem lehet kapura fordulni, vagy mégis? Kifelé fúj a játékvezető. Hát akkor akár 3 gólra is növelheti az előnyét a vendégcsapat. Nem tudtunk visszajönni megint egy gólra sajnos. Csontos, Koscsó, Csontos, Koscsó, Orosz, ott a gól. Önök is látják, 29-26-ra vezetnek a miskolciak. Bancsó, megint mi voltunk szabálytalanok, pontosabban mi követtünk el hibát. És ennek a meccsnek egyenlőre még nincs vége, mert Reszegi Csaba azért kifogja ezt az ejtést. Nagy,
Ez az, végig kell csinálni, bravo. Nem értem, hogy miért most van először az, hogy Nagy László megfordul. Legalább két ilyen helyzete lehetett volna. És most időt kér Csontos Róbert, ha jól látom. Mi történt? Akkor nem gól a gól? Vagy most akkor mi történik? Ja, időkérés. Akkor, ha jól látom, a miskolciak kértek időt? Na hát próbálom kideríteni az értetlenség okát. Ja, értem már. Tehát azt reklamálják a miskolciak, hogy ők már letették az időkérő lapot, és sokáig kivárta az időkéréssel a játékvezető, és a hajdunánási gólt talán el kéne venni. Beszéljük már, beszéljük. Úgy osztam már el, hogy odaáll neki majd a kocsis, ezen az oldalon szinte nincs senki, akkor menjek oda, én fogjam meg a kocsis, majd a cselet tovább teszem és úgy ücsködök vele. Ebből kapjuk a gólt. Próbáljuk rájuk vinni a labdát, és belőle a helyzet. Jó? Jól csináltuk idáig, felálltunk. Ne veszítsük el az utolsó percet. 2-3! Nálas! De igazából akkor se értem, hogy most miről beszélnek. Hát, hogyha nálunk van a labda, ők nem kérhetnek időt. Ha meg már belőttük a gólt és utána időt kérnek, akkor meg már a gól érvényes. Megmondom őszintén, biztos van, aki most ezt jobban tudja. Én nem igazán értem, hogy mi volt a gond, de ne is foglalkozzunk ezzel. És közben Csontost és a játékvezetőt nézem, akik megbeszélik egymással, hogy mi is volt itt a gond. Na mindegy. Maradjunk annyiban, hogy 29-27-nél az utolsó esélyünk kínálkozik arra, hogy közelebb jöjjünk, ahhoz pedig most meg kellene úszni kapott gól nélkül. Ha engem kérdeznek, ha most gólt kapunk, azt már nem tudjuk ledolgozni. Ha megússzuk és gyorsan gólt tudunk szerezni, akkor még bármi lehet. Marad a labda a miskolciaknál, és megint törölni kell. Kocsis Csaba indítja útjára a labdát. És egyébként a Tiszavasvár is most játszik. Amikor a hajdunánási csapat, ebben a fordulóban ez a két mérkőzés az, amely megnyitja a 18. fordulót. És hát ugye két pont van a Miskolc és a Tiszavasvári között. Ezzel a két ponttal, amit a Miskolc begyűjthet itt hajdunánáson, ugye nagy kérdés, hogy mit játszik a Tiszavasvári, akár fel is jöhet. Nem tudjuk megszerezni a labdát. Húzták vissza Kelement, a játékvezető tovább engedte. Orosz, és ott a gól. Hát ezzel eldőlt Orosznak ez az 5. találata. 27-30-ra vezet a miskolci alakulat, és 4 perc van még hátra a mérkőzésből. Hát sajnáltuk a Balmazújvárosi meccset, mert ugye nagyon sokáig megvolt a lehetőség, hogy akár pontokat szerezzünk, és az első fél időt látva nagyon sajnálom ezt a meccset is, mert nagyon jól játszottunk. És nem hiszem, hogy magunkat múltuk felül, hanem én azt gondolom, hogy ebben a fél időben magunkat múltuk alul. Sajnos. Kár ezért a meccsért. Bancsók. Gyorsan próbáljuk meg elvégezni a szabaddobást, és most Hadas Sándor kér időt. Robi,
Ádámmal. Ezt tolni! Következő kérem. Helycsere, hátul van erőd? Hátul futsz, és oda még nekem cselez. Úgy cselezel, a túlsó hármasra, hogy jobbra csel, és utána megpróbálod visszállni. Világ? Ha nem sikerül, még egyszer a hatos kereszt annyit marad. Ebből a helyzetből, ha befutottál Máté oda, Lacikának húzzuk meg a labdát, és lőjük meg. Nem sok idő van. Hármas emberfogást fogunk csinálni. Kiveszünk az oroszt is, a koscsót is, meg a csontot is. Kiveszik ki a... De nem kaphat labdát, azt mondja, egy ember fogó. Kocsó. Lacika, egy ember fogó. Kocsó. Egy ember fogó. Máté. Kocsonyi meg jön le. Nincs, Sanyi jön le. Kettő, három. Máté. Máté, ennyi. Hát ami tavasszal a Deacnak sikerült, nevezetesen, hogy megfogta ezt a miskolci alakulatot és elrabolt tőlük 2 pontot, nagyon úgy tűnik, hogy az nekünk nem jön össze. És hát továbbra is csak az az 5-0-ás sorozat bánt, hogy 5 gólt kaptunk az első játék részben, de bocsánat, a második félidő első részében, és nem tudtunk rá válaszolni, és ott elcsúsztunk ezen a meccsen. Csúszda, Kovács éppen, hogy meg tudja menteni a labdát. Csúszda, Pancsók, Csúszda, Pancsók, jó! Legalább az eredményen egy picikét kozmetikázunk, persze ehhez most nem kéne gólt kapnunk. Na de hát a 2 pont így is úgy is 2 pont a győztes csapat neve mellett. Most ugye megpróbálunk emberfogásra kimenni hellyel közel azért, hogy megpróbáljunk labdát szerezni, a játékvezetők megállítják az időt és törlést kérnek. 2,5 perc, vagyis pontosabban 2 perc 31 másodperc van a mérkőzés végéig. Ugye nekünk még van egy kisvárdai vendégszereplésünk, ami szintén nem lesz könnyű, aztán jön hozzánk az a Deac, aki ugye megverte ezt a Miskolcot, mennünk kell Hajdúböszörménybe, és jön még a Berettyó. Hát itt nekünk nincsenek könnyű meccsek, ebben biztosak lehetünk. Egy remek védés még Reszegitől, ez megint ad nekünk egy lehelletnyi esélyt arra, hogy közelebb jöjjünk, nagy. Bátrabban egy picikét, tehát megint inkább visszafordulunk. A játékvezető pedig azt mondja, hogy nem jó helyről végeztük el a szabad dobást. Talán. Kovács. Hadadi. Egy gyors hajdunánási gól nagyon kéne. Bancsó. Kovács. Bancsó. Na, megjön a közönség hangja talán. Kovács. Csúszda. Csúszda még. Mekkora lövés volt, és kijön a kapufáról. A kapus azt sem tudta, hogy hol a labda. A kapufa igen. Az is igaz, hogy nem volt szerencsénk, de egyébként mindig azt szokták mondani, hogy az a csapat a szerencsés, aki megnyeri a mérkőzést. Hát... ebből 7 méteres lesz persze. Múzer harcolt aki. Nem mondom, nem most ment el ez a meccs, itt a második fél idő elején ment el ez a meccs. Akkor talán több mint 6 percig voltunk gólképtelenek. Csontos nálod elvégezni a 6. büntetőt, ezt is belövi. Ez a 11. találat a Csontos Róbertnek. Hát én a meccs végén nekiadnám a pesgőt, de ezt majd persze még meg fogjuk beszélni, hogy a játékos edző kaphat-e pesgőt. Hadadi, Pancsó. Kovács. Egy újabb technikai hiba a részünkről, amiből nagyon sok volt itt a második félidőben. Az utolsó perc kezdődik el közben a meccsen. Na, szerintem az a kérdés, hogy 3-mal vagy 4-el kapunk ki, és akkor most gondoljunk bele abba az 5-0-ás szériába, ami volt az első félidőben. Ha az nincs, de hát a havval kezdődő mondatok a sportban senkit soha nem érdekelnek. 4-el kapunk ki. Vadászi a gólszerző, és most a miskolciak ölelkeznek a kispadon.
Hadadi Düböl ellövi a labdát, több kellett volna ebből is a második félidőben. Bár Hadadi László hozzátette a magáét, hiszen 8 gólt lőtt a második játék részben. Vagy bocsánat, az egész játék alatt eddig 8 gólt lőtt, kivette a részét remekül. 32-29, és ez marad a vége, még korán sem biztos, mert van 5 másodperc. Madai csúnyán letette az emberét a földre, és egy időn túli szabad dobás lesz, meg Madai Tamás kap még egy 2 perces kiállítást. Madai Tamás közben még el kell onnan küldeni a falból, hogy hát ki vagy állítva, öreg, ő meg mondta, hogy ezért 2 perc, el sem hiszem. És nagyon-nagyon sportszerűen Csontos Robi lejti a labdát oldalra, nem is lett volna már ennek az egésznek értelme. Egy nagyon szimpatikus és nagyon erős miskolci csapatot láthattunk itt Hajdunáláson. Hát ne haragudjanak meg rám, nem tudom leplezni a csalódottságomat, mert bármennyire is próbáltam az első játékrész után a helyén kezelni az első félidőt, és nem elvetni a súlykot, és nem eldobni ezt a dolgot túlságosan, de ugye akarva akaratlanul az ember ilyenkor lehet, hogy túlértékeli egy kicsit a meccset, nem tudom, de többet vártam a második félidőtől, de látszik egyébként, a fiúk is nagyon-nagyon szomorúak. Hát majd meglátjuk, hogy ki mit fog mondani. Nagyon kellett volna nekünk ez a 2 pont ahhoz, hogy innen az utolsó előtti helyről el tudjunk mozdulni. Ezt most nem sikerült összehozni. Na de hát most mit mondjuk, nagyon kell a 2 pont a Miskolcnak is, mert ő meg pont ennyivel van lemaradva a Tiszavasváritól, úgyhogy ők nagyon-nagyon örülnek, de sokat elmond egyébként a meccsről, hogy az utolsó 1 percben kezdtek el ölelkezni itt lent a kispadnál ők is. Tehát addig azért érezték, hogy bármi benne lehet ebbe a meccsbe. Ez bennünket dicsér, mert mondom, annak ellenére, hogy mennyire rossz volt a második félidőnk, azért sokáig közel voltunk. 20-20-ra volt utoljára az, amikor ki tudtunk egyenlíteni, de még egy gólra vissza tudtunk jönni. Viszont arra már nem volt esély, hogy még egyszer kiegyenlítsünk. Hát kedves nézőink, ennyit innen fentről. A meccs legjobb játékosának átadjuk a pezsgőt, illetve az edzőket is megkérdezzük, hogy ők hogyan tudják értékelni ezt a mérkőzést. Ha ránézek az eredményjelzőre, azt mondom, hogy jobb volt az állat. Ha ránézek, hogy mennyit hajtottunk ezért az eredményét, akkor meg hagyd nem mondjam, hogy mi van benne, miért, mit érzek belőle. Csak gratulálni tudok. A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Boglár Élelmiszer Kft. Biztosította. Csontos Róbert, mint a mérkőzés legjobb játékosa, fogad tőlünk szeretettel ezt a pezsgőt. Gratulálunk, fogyasszátok majd egészséggel. 2-1-ben nyilatkozol most nekünk, egyrészt, mint a meccs legjobb embere, másrészt pedig, mint a csapatjátékos edzője. Hát mi magunk is téged választottunk volna, hiszen 11 találatig jutottál ezen a mérkőzésen, beszélünk majd erről is, de hogyha a meccset próbáljuk az egészet úgy önmagában átnézni, akkor elmondhatjuk azt, hogy beigazolódott, amit ti is gondoltatok, hogy azért nagyon észnél kell lenni itt Hajdunáláson. Egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt ez a mai. Igen, egy nagyon jó mérkőzést játszottunk. Végig nagyon oda kellett koncentrálni, hogy ez az eredmény szülessen. Az elején úgy érzem, hogy nem ment a védekezés, de mikor összekaptuk magunkat, akkor már tudtuk azt játszani, ami kellett, és ezt hozta meg a sikert. Megbeszéltétek a fél időben, hogy próbáljátok minél inkább rárontani a Hajdunánásra, vagy minél inkább lehengerelni őket? Mert ha jól emlékszem, volt egy 5-0-ás sorozatotok, és azzal jöttetek gyakorlatilag vissza, hiszen egy 3 gólos hátránnyal kellett kezdeni a második játékrészt. Így van, egy 5-0-val kezdtünk, hát megbeszéltük, hogy nekünk ez a 30 perc nagyon fontos, tehát mindenképp nyernünk kellett ezt a mérkőzést, különben az egész szezonnak oda van. Úgyhogy ez a 30 perc volt az egész szezon, tehát mindent megtettünk a siker érdekében. Hogy az első félidő nem úgy alakult, ahogy terveztétek, említetted a védekezés, csak ez volt az oka, vagy többet nyújtott a Nánás akkor, mint amit gondoltatok volna? Nánás játszott azt a lelkes játékát, amit tud. Én úgy gondolom, hogy mi az első félidőben a fel-átfel elleni játékunk is döcögött, nagyon sok technikai hibát védhettünk, és 16 gólt nem nagyon szoktunk kapni egy félidőben. A második játék részben már utaltunk rá, hogy volt az 5-0-ás sorozatotok, aztán talán 6-1, 7-1, 7-2, valami ilyesmi is volt, tehát ott nagyon belendültetek, de aztán valami csak történt, és a Hajdunánás elkezdett visszajönni, 20-20 is volt, utána megint fölzárkózott egy gólig, és én figyeltem itt a kispadon, hogy talán az utolsó másfél percben kezdtek el ugye társak is örülni, tehát azért csak benne volt még ebben a meccsbe bármi. Az a lendület, ami megvolt a második félidő elején, az hol tört meg? Hogy belegondolok, ott a
20. perc környékén lehetett egy kis törés, tehát úgy gondolom, hogy nem vagyunk fiatal játékosok, tehát ott egy kicsit meg kellett, hogy szusszanjunk, én úgy gondolom. Jó volt, hogy volt az az előnyünk, amit sikerült a második fél idő elején megszerezni, és így kitartott a végéig ott időkérésnél. Annyit kértem még, hogy egyet védekeznünk kell mindenképp, és akkor megvan a mérkőzés. Az ott sikerült, és így sikerült a meccset is megnyerni. Megvan a mérkőzés, és behúztátok ezt a 2 pontot is, a finisbe fordult a bajnokság. Nagy rohanásban vagytok a Tiszavasvárival, nem tudjuk ők most mit játszottak. Viszont mit vársz? Szerinted mit hozhat a jövő meg ez a néhány mérkőzés is, ami még előttetek van? Nekünk a legfontosabb a következő mérkőzés, mert ugye a Tiszavasvári látogat hozzánk. Azt mindenképp nyerni kell, és ha lehet, akkor legalább 6 góllal kellene nyernünk. Utána van még 3 mérkőzésünk hátra. Akkor már a saját kezünkben lesz a sorsunk. A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Boglár Élelmiszer Kft. Biztosította. Egy olyan mérkőzésen vagyunk túl, Sanyi, ami, hát hogy is mondjam, kettős arcát mutatta, de szerintem volt itt 3 arc is gyakorlatilag. Te azt mondtad, hogy nagyon sokat dolgoztatok ezen a mérkőzésen, amikor ide jöttél hozzánk ehhez a riporthoz, és gyakorlatilag sok mindent nem ért, mert hát mégiscsak elvitte a Miskolc a 2 pontot. De hát volt ennek a meccsnek egy része, amikor mi domináltunk, nagyon jól irányítottuk a meccset, gyakorlatilag csodát is művelhettünk volna az első fél időben, hiszen arra is megvolt a lehetőségünk, hogy akár 5 góllal vezessünk a Miskolc ellen, aztán maradt még mindig 3. De jött a második fél idő, amikor gyakorlatilag talán bent maradtunk az öltözőben, majd mindjárt választatsz erre, és utána volt a félidőnek egy olyan része is, amikor meg rengeteget dolgoztunk azért, hogy kiegyenlítsünk, de mégsem tudtuk megtenni. Hogyan tudnád összegezni ezt a mérkőzést? Igen, több szakaszra lehet osztani a mérkőzést. Az első félidő első részében megpróbáltak ők dominálni, bementek, könnyű gólokat kaptunk, nem találtuk a védekezés ellenszerét, vagy a támadás ellenszerét, váltottunk, mozgékonyabb hátsó közepet raktunk be. A mozgékonyabb hátsó középpel megvolt az eredménye, egész jól tudtunk harcolni ebben a szituációban, és a második félidő utolsó harmadában olyan jó, szép játékot játszottunk, hogy valóban el tudtunk lépni a Miskolctól. Mind a lerohanásaink, én úgy láttam, hogy nem is futottak vissza, ők is bajban voltak nagyon, mind a felátfal elleni védőjátékunk eléggé magas színvonalú volt ahhoz, hogy ennek a erős, magas miskolci csapatnak gólt tudjunk lőni. Valóban bemaradtunk a félidőbe, ez már mondjuk a 3. szakasznak is mondhatnám, és úgy maradtunk bent az öltözőbe, amit rettentően sajnálok, hogy azt hiszem 16-13-ról 17-16 lesz az ellenfél javára, és közben 3 zicsert hagytunk ki. A zicsereket most, ha nincs, ha nem is mondok ilyet, zicsereket be kellett volna lőni, ha belőjük a zicsereket, akkor ők nekik kell rohanni a 3 gólos eredmény után, és nagyobb a hibázási lehetőségünk. Ahogy ők kiegyenlítettek és átvették a vezetést, következett a 4. szakasz, a mi csapatunk teljesen leült. A butaságok, nem is tudom, hegyét, tömkelegét csináltuk, mind védekezésben, mind támadásban. Már így a 15. perc körül időt is kellett kérni, hogy próbáljuk rendezni a sorokat. Aztán elég jó szituációkban megint visszatértünk ehhez a fegyelmezett védekezéshez, pontosabb támadásbefejezéshez, és megint közel mentünk hozzá. És az utolsó 10 percben akkor már voltak olyan, hát nem is tudom mit mondani, tehát olyan helyzeteink, amelyeket megint nem lőttünk be, illetőleg az ellenfélnek voltak olyan játékszituációi, amikor a labda bennünket nekünk kellett volna kapni. Talán könnyű gólt is tudunk belőle lőni, talán 2 perces kiállítást is ér, de nem, mi kaptunk belőle gólt, volt egy másik szituáció, és ezt már nem bírtuk fejbe követni. Sajnálom, hogy a végére nagyon összeestünk, pedig a Csabi, amikor a második félidő közepe táján bejött, akkor nagyon sok mindent hozzátett ahhoz, hogy a csapat felálljon. Hát nem tudok mit mondani, mondtam is a srácoknak a végén, hogy ránézhetünk az eredményjelzőre, nem tudok mit mondani, de tudom azt, hogy 60 percig rengeteget dolgoztunk azért, azok is, akik félsérültek voltak, azok is, akik nem edzettek, rengeteget dolgoztunk, és mégis semmi sem ért. És ez így megy, mindaddig így fog menni, még nem tudunk közösen megfelelő edzésszámot csinálni, addig így fog menni, mert hát a lelkes kis szurkolótábor előtt, vagy a hazai pálya előtt azért én nagyon örülök neki, hogy a játékvezető próbált egy tisztességes, egyenes pályát fújni, bár elmondta az elején, hogy azért Rámos szövetségi ellenőrt kértek, nem tudom, hogy a Miskolc vagy esetleg valaki más, bár ő meg is mondta ezt a nevet, hogy ki volt az. Én kíváncsian várom azt esetleg a jövő héten is, hogy Kisvárdán a másik játékvezetői párosra adnak-e szövetségi ellenőrt, mert mikor
ez az edzőpáros nekünk vezette Miskolcon, addig nem engedett bennünket a kapu közelében, még a hazai csapat 10 góllal nem vezetett. Tehát ilyen a sport, de mondom, hogy sajnálom azt, hogy 60 percen keresztül. A srácokat sajnálom, hogy jó, mert megtettünk mindent azért taktikailag, hogy mit játszunk, hogy bontjuk az ők védelmét. De a kimaradt helyzetek össze, amikor kimaradtak helyzetek, összeestünk. Sajnos az első, a kezdőkapusunknál is úgy volt, hogy aki kezdett a kapuból, nem találkozott a labdával, és egyre kiesett a játék ritmusából, de mondom, a Csabi nagyon sokat hozzátett, ezáltal a csapat megint felállt. Hát nézd, kikaptunk a Tiszavasváritól is, ők egy bajnok esélyes, legalább vertek volna agyon bennünket 20 góllal, és tudnánk, hogy hol a helyünk. Legalább vernének agyon bennünket 20 góllal, meg is érdemelnénk, de így, hogy tényleg oda tesszük magunkat, és nem sikerül áttörni ezt a gátat, vagyis már kétszer sikerült, de pont az első-második helyzet ellen nem. És itt mutatja a bajnokság kiegyensúlyozottságát, hogy tehát az első-második helyzetes csapat sem megy tutira, akár a kieső helyen lévőtől, vagy az utolsó előttitől. Ezt akartam is tőled kérdezni, hogy gyakorlatilag, ha összehasonlítjuk az ősznek a második felét, az idei tavasszal, akkor mindenféleképpen előrelépés az, hogy akkor nagyon csúnya verésekbe is beleszaladtunk. Most senki nem ver bennünket tönkre, na de hát jó néhány mérkőzésen beszélgettünk már arról, hogy a kimaradt zikcerek, a technikai hibák, a rengeteget dolgoztunk, a kevés góllal kaptunk ki, amiben ugye megvannak a pozitívumok, de hát a tabellát nézve ez nagyon kevés. Mit gondolsz a folytatásról ennek fényében? Hát a Miskolctól nagyon kikaptunk valóban ősszel, de a többi csapattal megint ilyen szoros mérkőzést játszottunk, majd megint meg kell néznem a kapus védő százalékát, hogy mennyit tudunk ehhez hozzátenni, mert azért egy 29 góllal azért illene hazai pályán mérkőzést nyerni. Tehát 29 gólt lőttünk, mostanában nem lőttünk ilyen sokat. A tavaszi folytatásra van 4 forduló, mindent meg kell tennünk, még van 2 hazai mérkőzésünk, 2 idegenbeli mérkőzésünk, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy próbáljunk még pontokat szerezni, még ha nem is sikerül a középmezőnyig feljutni, de legalább egy vagy két helyet mennénk előrébb, már az jobb lenne. Talán azért van, mert ma is azok a játékosok, akik tényleg beszálltak, hozzá tudtak tenni akár a Kelemen Zsolti, vagy a Dankó Józsi, vagy a Szabó Attila, vagy a Nagy Laci, akik kevesebb szerepet kaptak, de hozzá tudtak menni, hogy a belsőket tudtam ezáltal pihentetni. Hát reméljük, hogy a juniorokon már azért csak látszik valami eredmény, akik most is fenn voltak a pályán, hát remélem az elkövetkező időben ugyanígy fognak dolgozni, és előbb-utóbb belőlük is kiszakad valami, ami nagyon jó eredményt hoz számunkra. Hogy is van az a mondás, kedves nézőink? A műtét sikerült, de a beteg meghalt. Ez jutott eszembe, amikor arra gondoltam, hogy igaz, hogy nem kaptunk ki nagyon a két bajnok esélyestől, a Tiszavasváritól és most a Miskolctól sem, és ha ránézünk az eredményjelzőre, akkor mondhatjuk azt, hogy 32-29-nél remekül helytállt a csapat, illetve 29 góllal akár mérkőzést is lehetne nyerni, ki tudja, mikor dobtunk már ennyi gólt egy meccsen. De összességében véve, hogyha az eredményességet nézzük, akkor mégiscsak kikaptunk és elvitték tőlünk a 2 pontot, pedig, ahogyan Hadas Sándor is mondta, nagyon sokat dolgoztak a fiúk, nagyon nagyot küzdöttek és mindent beladtak. És talán ilyenkor a legkeserűbb a vereség. Mert hogyha tényleg agybafűbe verik az embert, akkor azt mondja, hogy ennyire voltunk képesek ezen a mai meccsen. De hát ilyenkor csak azt tudjuk mondani, mint a tiszavasvári vagy a balmazújvárosi meccs után is, hogy sokkal több benne lehetett volna. Sajnos ez a vége. A Miskolc elvitte a 2 pontot Hajdunánásról. Férfi kézilabdával egyelőre most búcsúzunk. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.